És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt pontosan 16 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Hello, Feri! Jó reggelt! Szevasztok, kívánunk. Srácok! Ja, Istenem, na mi újság van? Már mindjárt itthon vagytok. Jövő hét aha, ilyenkor... Aha, már mindjárt. Már csak egy hét, és akkor jövő hét ilyenkor várjátok a repülőgépet. Jó bizony, lesz. Hát ilyenkor alszunk, de már majdnem várjuk a repülőgépet, sőt, már csekkolunk ki lassan, igen, és indulunk. Indulunk hazafelé, igen, a mikrofon állmányom, gyerekek, közben szépen lassan megadja magát. Pont egy hét múlva, igen. Már vége a műsornak. Így van. Lassan egy hét múlva már ilyenkor vitatkozni fogunk a recepción, hogy ne, mi nem ettünk ennyit. Mi nem rendeltük, én szobára soha. Ez nem az én számlám, ezt nem akarom kifizetni. Bocsánat, ez, elnézést. Ez nem az enyém, nem az enyém. Utána jön a kiskopasz, hogy... ő fizeti az egészet. Ezt fogja mondani Balázs. Igen, nem, a szállodai szobából nem telefonáltam haza naponta másfél órát, nem, ez nem az én részem. Igen, hát most már ez célegyenes abszolút, tehát, hogy voltak holdpontok, de most már így az utolsó egy hét, ez Zsűl, csinálj már itt ezzel valamit. Ez már elhussam majd, Zsűl. Mert előbb mész haza. Ne, gyerekek, csak küzdünk itt a mikrofonommal, de mindjárt. Elforgós. Mindjárt megcsináljuk. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben van. Én ma reggel egy masszív küzdelemmel kezdtem a napomat, ugyanis vásároltam néhány ilyen kis fa játékot, pontosabban ilyen fa állatkát, nagyon csinosak, nagyon jól néznek ki, nagyon helyesek. Ugyanakkor az egyikbe valami fanyűvő manó, vagy fajövő szó, vagy én nem tudom micsoda beleköltözött. Az egyik nap teljes megdöbbenésemre egy lukat találtam rajta, és az zacska, amiben voltak a kis állatkák, félig tele volt, nagyobb kis túlzással nyilván, ilyen a kis faforgács szerűséggel, de inkább már ilyen porszerű famaradványokkal. Belenéztem, láttam, mozog benne valami. Elmondom, hogy rohadjál meg, mire hazaérek, ebből nem lesz semmi. Ha megeszi az összeset. Hát megeszi az összeset, elkezdtem fújkálni, elkezdtem ütögetni, nem akartam bedobni víz alá, mert mondom, hogyha bedobom víz alá, akkor kinyírom vele a kis szemetet, de nem akartam ezt tenni, és ezért kiraktam az ablakpárkányomra, hogy hát ha majd kimászik belőle, és ma reggel furta át teljesen a fajátékot, tehát ma reggel történt meg az, hogy a másik oldalon is megjelent egy pici luk, és hát elkezdtem az egyik oldalról befúvással a másik oldalon kijuttatni, de nem sikerült. Úgyhogy folyamatos küzdelemben vagyok, örülnék neki, hogy a gyerek látna ebből a kis állatból valamit, amit vásároltam neki, hanem a legfeljebb meg két darab. De tényleg képes vagy arra, hogy veszel egy ajándékot, amit inkább hagysz átrágni, szétrágni, szétszedni, mint hogy kinyírj egy kukacot? Ez a te lelked, János, a metál lélek mögött ez van? Hát egy picit ez, meg a másik az is bennem, hogy nem akarom, hogy elpusztuljon benne, azt nem beleragadjon. Ja, mondjuk az is igaz. Aha, de azért az se annyira jó. Azért furta át csak, hogy nyakba lehessen később akasztani. Ja, tényleg, medálión lesz belőle. Mert Argentinában is vásároltam annak idején a helyi őslakosoktól ugyanilyen jellegű ilyen kis fabábukat, és gondoltam, hogy ez jól fog mutatni majd azok mellett ez a három is, amit Dél-Afrikában viszek, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy akkor is sikerült az óceánon keresztül cipelnem néhány. Na, jó van, akkor jó lesz az. Valahogy csalogatni. Jó lesz. Figyelj, csak kis ízé, vékony tűvel nincs nálad, biztos, hogy van varró tű. Ja, de akkor megölöd, az se jó. Igen. Kijövök. Akkor inkább hagyjál. Na mindegy, úgyhogy ezzel a küzdelemmel kezdtem reggel, meg azért még kimostam két pár zoknit is. De hát ez a szokásos. Zoknit most csak a szokásos igazából. Erről te nem akarsz hallani, Balázs. Azt már megörökítettük, igen, az Instagramon is. Olyan sztorik vannak idehaza, megőrülsz. Szolnoki postahivatal, nem tudom, hogy néztetek-e netet tegnap. Következő történetek vannak, csak így a békés magyar honpolgárok napi viselkedéséről szeretnék egy rövid képet adni. Szolnoki postahivatal tegnap délután álltak sorba az emberek, voltak kismamák, voltak munkás emberek, volt mindenki, és egyszer csak a következőre lettek figyelmesek a népek, hogy az egyik ember odalép a másikhoz, és hát valamit megjegyez, ezt ugye az adatközlő nem tudta elmondani, akit elkaptak az újságírók, majd a másik benyúlt a kabát zsebébe, a jobb zsebébe,
zsebébe, elővett valamit, és közvetlen közelről arcon fújta a hozzá odalépő fiatal embert gásprével, aminek a következményeként gyakorlatilag az egész postahivatal saját könnyeiben és hát egyéb váladékaiban fetrengett. Mindenki próbált menekülni a helyszín elő, vagy a helyszínről, először csak a terem másik felébe, de aztán rájöttek, hogy ugye, mivel gáznemű az anyag, ezért ez elterjed az egész helyiségben, és így aztán ki kellett üríteni a szolnoki postát. Hogy, de miért fújta le? Azt nem értem. Tehát sose fogod megtudni, valami szóváltás volt, nyilván olyan jellegű, amiről már mi is sokat beszéltünk, nekem is volt pont ilyen postás ügyem, talán emlékeztek rá, amikor megnyitottak egy új ablakot, és oda hátulról egy néni előre sietett, és akkor azonnal elkezdtek beszólni, hogy hova megy, nyanya, mi is ide várunk. Hát kb. Ennyi lehetett. Ennyi és gyakorlatilag valószínűleg pont, igen, nyomós érv. Igen, pont ennyi volt. Ami... Én előbb voltam itt, nem, de... De valószínűleg, de már nem szólt. Tehát én előbb voltam itt, nem, és a beszélgetés az annyira rövid volt, hogy tényleg csak ennyi férhetett bele. Hogy megint ott tartunk, ezeket talán el lehetne intézni három rendes mondattal. Nem, annyi volt, emberünk elővette a gásprét, odabent így körülnézett, jó, hát vannak kismamák, meg vannak egyéb, nem baj az, hadd fújj. Annyi baj legyen. Fújjunk egyet, sírjunk együtt, gyerekek. És vége volt a vitának. Hát ez, figyelj, rövidre kell zárni. Most érted, egy postán egy lögdösödés vagy kiabálás, hát zavarja ott a csekkfeladókat, meg a dolgozókat. Nincs mindenhol még QR kód. Ja, hogy ő a dolgozókat védte ezzel. Ez mondjuk egy érdekes megközelítés. Tehát a, persze. Aha, tehát hogy ne legyen kiabálás, ne legyen vitatkozás, egy ilyen rövid fújással rövidre zárta az ügyet, és akkor már is mehetett tovább a szellőztetés után az ügy mellett. Hát vagy nagyon sietett, és ő látta, hogy annál, akit egyébként lefújt gázzal, ipari mennyiségben található mindenféle ajánlott értivevényes feladnivaló, és tudod, ilyenkor, amikor észreveszi ezt az ember a sorban, és sietne, akkor azért tud picit feszülté válni, hát ő nem picit vált feszülté, hanem nagyon. Gondolta, hogy akkor tesz egy szíveséget mindenkinek. És pont ez volt nála az egyetlen megoldás. Hát óriási, óriási a dolog. Igen, valószínűleg az lehet, az tényleg bosszantó, amikor beállsz egy sorba, és így átkukucskálsz az előtted álló válla fölött, és már látod, hogy nála 600 boríték van, és mindegyik tértivevényes, és elsőségét fog kérni, és biztos, hogy egy fél óráig. Igen, igazad van, ez tényleg zavaró. És őt fújta le, aki előtte állt? Abból lett elege? Oda lépett hozzá a valaki, és gondolom, amit pont a János mondott előbb, hogy egy ilyen vita lehetett. Csak, hogy én voltam itt előbb, nem. És már jött is a gás. Hát nézd, a mai világban azért veszélyesen helyek vannak. Hát mindenkinél legyen gás. Na de egy postán. Hordható, használható, tessék? Egy postán. Postán kicsit talán erős, igen. Illetve maga az okabanál is, hogy beállnak eléd, és akkor most lefújott gásprével. Igen. Úgyhogy így zajlik a kis életünk, egyébként remek idő van, megdőltek a meleg rekordok, 23 fokot is mértek, 23-ot azt hiszem délután, tegnap a déli vidékeken, és akkor még ez marad egy picit, de most meg itt olvastam pont az SMS falon, meg tegnap az internet is írta, hogy tőlünk nyugatra már havazás van, tehát így München környékén 0 fok és hózápor. És az jön erre? Hát szerintem hozzátok? Igen. Így szokott, úgy szoktuk kapni mindig, hogy így elindul nyugatról, és akkor söpör kelet felé. Tehát lehet, hogy már hóban fogtok landolni. Az mondjuk nagy váltás lesz a 30 fokból. Eleve maga a hideg is nagyon fura lesz. Igen, tehát itt tényleg nagyon meleg van. Mostanában már a hideget érezni is nagyon fura lesz, de hóban landolni? Az meg aztán kemény, mikorra ér ide, vagy mikorra változik ez a nagyon... Nagyon-nagyon meleg, mit mondana? Hétvégén már azt mondják, hogy kezd csökkenni, és akkor jövő hét már visszakapjuk a novemberünket. A szeretett, latyakos, szutykos, hideg novembert. Az már akkor, igen, az már akkor a szokásos lesz. Ennyi. Jól van, más dolog nem történt, de semmi izgi otthon. Van még egy nagyon érdekes hír, ebbe állásfoglalást kérnék szépen tőletek, mert nekem van egy véleményem. Nem tudom, hogy ti jártatok-e már úgy, hát Jani biztos nem, mert szerintem minden héten kétszer ellenőrzi az iratait, hogy nem járt ele valami, de Balázsnál szerintem az előfordult már, hogy mondjuk egy igazoltatásnál elővetted a jogosítványodat, odaadtad, minden rendben, be van fizetve a kötelező, minden oké, és akkor szóltak, hogy igen, nekem volt ilyen konkrétan, mondták, hogy Rákóczi úr nagyszerű, csak 2 éve járt le a jogosítványa. Hogy ilyet, nem tudom, volt már ilyen az életedben? Volt, hogy persze, hogy ne. Szerintem ez minden egyes átlag polgárral előfordul, hát most előfordult egy másik átlag polgárral is, és háborog az internet népe, ugyanis a helyzet az, hogy a 83-as számú úton Győr-Moson Sopron megyében pár héttel ezelőtt történt egy koccanásos baleset. Semmi komoly nem volt, 4 autó így összekoccant, de nem lett nagy kár, nem lett személyi kár.
És ugye mindenki elővette a papírjait, és az egyik jogosítvány az lejárt már 2 éve, és az a helyzet, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrkapitánynak volt ez a jogosítványa, bizonyos Csizmadia Gábor úrnak, el lehet ezt mondani, és, az, és most el, ez az ügy, ez kiderült. És most elkezdtek írni a kommentelők, hogy mi az, hogy egy rendőrkapitánynak lejár a jogosítványa. Érted? Hmm. Tehát, hogy, nem, hogy miért nem ugyanaz a megítélés, vagy hogy másként kell megítélni? Segítsetek, mert én azt gondolom, hogy, hogy neki ugyanúgy elfelejthetődött ez a dolog, mint ahogy nekem is. Én mondom, én 2 éves lejárt jogosítványra jártam. Neked is volt már ilyen, meg szerintem egy csomó embernek volt az életében ilyen, ilyen pillanat, és ő is elfelejtette, és az internet népe ezt most zokon veszi, hogy egy rendőrfőkapitánynak nem lehet lejárt jogsia. Ugyanolyan emberek, mint mi. Ugye? Én is ugyanezt gondoltam ezen, vagy erről a sztoriról, hogy én is ugyanezt mondtam, hogy hát szegény, ő is egy ember, bejár dolgozni, van családja, most az, hogy ő történetesen rendőr, vagy rendőrfőkapitány, vagy kapitány a megyében, azt szerintem semmi gáz nincs benne. Persze a újságírók meg elkezdték turkálni az ügyet, hogy főhívták a rendőrkapitányságot, hogy akkor mi a helyzet, akik annyit nyilatkoztak, hogy természetesen kivizsgáljuk az ügyet, de hogy nincs ebbe különösebben semmi dolog. Csak hogy milyen az ember? Megint egy ilyen példa rá, nem? Milyen járt le, nem mindegy. Az EU-je vagy a maga a jogsinak az a jogosítvány. Jogosítvány érvényessége. A jogsi érvényessége? Aha, igen. Uh-huh. Jogosítvány érvényessége elhussant. Hát, akkor mi van? Be kéne írni egyébként a naptárba, hogy hívják, hogy januárban meg kéne nézni az összes igazolványát, hogy mi mikor fog lejárni abban az évben, és akkor beírni egy hónap ezelőtti időpontot, hogy készüljön fel rá. Igen, hogy mennyi csináltas meg. És beállítani egy csörgőre az óráját. Hát ha van ilyen, hát most nagy ügy, ők is csak ugyanúgy emberek, mint mi. Ők is tévedhetnek. Na, én is ugyanezt gondolom, dolgokat. De egy csomóan meg rámentek erre a dologra. Mert egy rendőrkapitánynak, aki vigyáz el, azt kellene aludnia. Soha egyetlen kortya, semmit, csak a fegyelem, csak a rend, csak a... De hogy is? És anya, nem te fekszel mellettem, hanem a tányér sapkám. Így van. meg a szolgálati fegyverem. Aha. Ez a kettő. Na, úgyhogy ezek vannak most, ezek kavarognak itthon, ezek a dolgok. Hát igen. Ez igen, erre nem is tudok mit mondani, mert ez annyira... Igen, annyira banális. Trollkodásról is sokat beszéltünk. Mert szevasz, Laci! Hello, Laci, mi újság van? Megjöttél? Gyerekek, mi még éjjel kettők, hogy benzinkúton bolyongtunk, úgyhogy itt szörnyű impulzus hiányban szenvedünk, ezért egy benzinkútra tudtunk elmenni. És olyan volt, mint maga a Kánaán. Gondoljátok el, milyen itt az élet Nelspritban, amikor éjjel fél kettő körül, 3-4-2-kor átmész egy benzinkútra, és úgy örülsz mindennek, amit ott találsz, mint valami, nem tudom, kisgyerek, amikor beviszik egy játékboltban. A shop olyan nyitva volt, vagy csak tankoltatok? A shop, nem, shop részébe mentünk, és találtunk őszi baracklevet, meg ilyen dolgokat, egészen elképesztő dolgok voltak, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt. Tegnap nem tudtunk műsor után aludni, úgyhogy még egy kicsit kellett levezetni. Aztán kinyitottunk egy üveg bort, és itt ültünk a recepción. Hogy örült a recepciós, ahelyett, hogy aludt volna benneteket hallgatott? Ők eltűnnek, képzeld el, ők valahogy ilyen évfél körül, egy körül eltűnnek, és nem jön ki senki. Azt csinálsz a szálloda előtt, a szállodában, a recepción, amit akarsz, ha lemész a bárba, zongorázol. Ezt akartam mondani, hogy Jani nyilván eljátszott valamit ittasan, vagy te nem voltál? Én nem voltam ott. Nem, most tegnap János kivette a pihenő napját, de azt csinálsz ebben a szállodában évfél után, amit akarsz. Nagyon, nagyon rendes emberek ezek. És tévéztetek kettőig, vagy voltatok előtte valahol, vagy addig tartott a forgatás? Nem, hát 12-re értünk vissza, illetve 12-re, és akkor utána még itt így üldögéltünk, egy kicsit levezettünk, aztán felkerekedtünk, és átmentünk egy kútra. Annyira zárva van itt minden, hogy egyszerűen tényleg semmit nem lehet csinálni, úgyhogy egy benzinkút is hatalmas élményt tudott okozni nekünk. Csak Laci-ra jutott eszembe, mert vele futottam össze 1:30 körül. Na jó, de... Az utcán bolyongva. Innen mentél át oda? Aha. Ment át az ebrál a céljel féle. És így nem értettem, hogy miféle kalandokban veszelte részt, mit csinálsz ott az zebrán, a kihalt Nelspruitban, de akkor mentél át a másik szállodába. Jól van, hogy állunk játékkal? Mennyi az állás? 2-1-re mi vezetünk ezen a héten. 2-1. Ebből... Ja, tudom, tegnap Imre ugye kimondta, ugye? Bizony, kikényszerítettem belőle. Igen. Jó, hát akkor ha ma hozzuk a napot, akkor megvan egy újabb hét. Úgyhogy jó lenne, bárki is játszik. Jó, lehet jelentkezni játékra, egészen nyugodtan. Ha bárki szeretne játszani, akkor tegye meg, hogy ír nekünk SMS-t. Mi ezeket látjuk, 6:30 van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig itt vagyunk a játékkal a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. T
10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és megnézzük, hogy ki a játékosunk, mert hogy rengetegen jelentkeztek játékra, nem is tudom, hogy mi van, így gondolom a hét közepén talán kicsit többen ráérnek, úgyhogy megnézzük, annak itt választott. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Kriszti vagyok. Hello, Kriszti, honnan hívsz minket? Kriszti? Pécsről. Pécsről, Kriszti. Mit csinálsz ott? Varodában dolgozok. Na, ezt már benn vagy? Vagy még otthon vagy? Már bent vagyok. Már fél hat óta. Milyen korán? Fél hatkor? Milyen korán kezdtek? Hát hogy lehet ez? Hát a hatkor el is indul a munkaidő? Hogy van ez? Hatkor kezdünk, csak én vidéki vagyok, és nekem fél ötkor van buszom. Tehát én honnan mész Pécsre? Perekedről. Pécstől 15 kilométer egy kis falu. Atya Isten, tehát akkor fölkelsz mondjuk fél négykor, fél ötkor megy a buszod. Három tízkor, meg még mire összekészülök. Aha. Hánykor kerülsz ágyba? Hát, 9:30. Atya Isten. Az akkor is egy 5 óra alvás mindösszesen. Fú. Az nagyon kemény. És meddig tart a munkaidőd? Fél kettőig. És három, aha. Három óra, mire hazaérek, negyed négy. Atya Isten. Jó, hogy nem 3 óráig mész, hanem fél kettőig tart, és háromra otthon vagy. Igen. Hát igen, azért igen. Az kemény. Az kemény. És miket vartok ott a varodában? Motoros nadrágokat, kabátokat, mellényeket. Ilyeneket. A pécsi bőrös hagyományokat folytatjátok akkor. Ez nem bőrből van. Ja, nem bőr. Aha. Nem. Azt hittem. Ez ilyen keményen vászon. Szerűségű. Jó kis pécsi kesztyű régen, milyen jó is volt ez. Most fejezik be a gyártást, képzeld el, vége. Hogy szerettem. Igen? Aha, mert eddig még volt, és pont most tegnap az internet írta, hogy az utolsó darabok lekördülnek a futószalagról, és vége. Annak is. A reklámot nagyon szerettem, sose volt nekem, meg nem tudom milyen biztos jó. Mind pécsi kesztyű. Jó minőség volt a pécsi kesztyű, az beégett, igen. Jó van, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Jól van, Kriszta. Én felkészültem, úgyhogy mehetünk. Igen? Ja, csak igen. Szoktad mondani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, Kriszta. Szeretnék kérdezni? Szeretnék. Várjátok már a hazafele utat? Várjuk. Most már azért úgy elég volt. Persze. Persze, család? Várjuk. Itt vagyunk. Tessék? Család hiányzik? Család? Persze. Hogyne. Hát itt vagyunk most már azért úgy 40-45 napja. Azért az elég sok. Neked van családod? Nincs. Élettársad. Egyedül vagy? Élettársad van. Mióta vagytok együtt? 10 éve. Ó, hát ez egy jó régi kapcsolat. Szereted? Persze. Most mit lehet erre mondani? Na, milyenek a kollégák? Mesélj arról egy kicsit. Jó arcok? Elmennek. Hányan vagytok egy helyen? 40-en körülbelül. 40-en? Így van. 40-en. Mit kérdezzek még? Már semmit. Hát semmit. Lehet az egy perc. Azt a mindenit. Na, hát mondjatok valamit. Hát nem volt erős a játék, de tulajdonképpen... Hát izgultam. És látod, letelt az egy perc, rögtön elkezdesz beszélni. Ez kellett volna a játék alatt, és végül is válaszolt minden kérdésedre, óvhatatlan a történet. Övé a pont, meg az ajándék. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Jó van, megadjuk. Hát majdnem passzív voltál, mert sokat nem beszéltél igazából, Feri, nagyon jó szívű vagy. Hát, de mindenre válaszolt, röviden válaszolt. Hát mindenre válaszolt, egy mondatban vagy egy szóval válaszolok. Jó, megadtuk már ilyennek. Vagyok. Jó van, Kriszta, megadjuk, jó? Jó, köszönöm. Jó van, na, akkor küldjük neked az ajándékcsomagot. Nem sokon múlt, mert hát se nem kérdeztél, se nem nagyon beszéltél, elején föltettél egy kérdést, aztán próbáltad megúszni. De odaadjuk. Jó, legyen ez így akkor neked. Küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm.
Sziasztok! Köszi! Jó munkát neked, jó munkát, ciao! Hidd el, hogy melletted állnék, elvettem volna. Szívem szerint elvettem volna a pontot, de már megadtuk ilyen esetben a játékosnak a pontot, meg az ajándékot, úgyhogy nem tettük volna meg. Valamint a te napod is szebb lesz így a lelkeddel, érted az egész napos fúj. Azt mondja, hogy olvassátok be, az M7-esen Nagykanizsa felé a 88-as kilométernél 65 km per órával közlekedik egy műszakilag instabil pót szerelvény. Hát akkor ezt beolvastuk, mindenki vigyázzon. Szakadó eső, Zalaegerszegen 13 fok van. Pifu küldte nekünk, valamint az Zirsztől Veszprémig semmi köd, viszont felhős az ég. A 82-es út jól járható. Balázs itt Borzaváról lovagoltam a lovadon. Milu küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Egyébként tényleg ott van. Ott volt. Meg ott van újra most a lova, ami régen az enyém volt. Nagyon szép kis hely. Azt mondja, hogy Kecel, Solcadkert, azt mondja, bocsa, ébredezik a forgalom, kitűnő, az idő jó, 13 fok és gyönyörű napfelkelte, puszi Gina. Küldte ezt nekünk, Gina, köszönjük szépen. Azt nézem, hogy van-e még valami, de nincsen más. Májban most állt aki Fekete Fábiából a rendőrkapitány jogosítvány újítása árát megkeresni. Ja, igen, amiről beszéltünk arra reggel. Ezt Sanyi küldte. De gonosz nekünk. Vagy, Sanyi. Na. Csak ki tudja fizetni a rendőrkapitány önmagától is. Jön ma hozzánk a Gábor? Beszéltetek? Gábor? Aha, van. Hogy nem. Most beszélni nem beszéltem vele, de jön mindenféleképpen. Jó van. Persze, csütörtökön jön. Hogy nem? Mert készültél neki valamivel? Vagy ja, nem. Kérdésem van hozzá majd egyébként, egy salátával kapcsolatosan, de majd megdumáljuk vele akkor, hogy az jó-e, javasoljuk-e, mert azokat tettem bele, amiket ő mond, csak én mindig azon gondolkozom, hogy hogy a külön a jók a hatóanyagok, ha összetesszük, akkor annak örül-e ő. De majd 8-tól megkérdezem, vagy 8 után megkérdezem. Hát figyelj, a saláta meg nincs benne állati fehérje, akkor a Gábor örülni fog, ez egész biztos. Persze. Pesgőt dúrogtat, tudom, és kenegeti a testét vajjal. Ne legyen benne állati fehérje, meg ne legyen benne cukor, meg tudod, akkor mindenképpen örül. Jól van, meghallgatjuk újra a híreket, 3 perc múlva pontosan 7 óra, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Egy újabb óra a Klasszefemen. A távolság nem akadály. Morning Show élőben Dél-Afrikából. 7 óra múlt pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtökön már csak 2 nap a hétből, aztán jön egy kis pihi. Itt vagyunk, és mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Budafoki útra kivonult a látszerrendészet. Figyelmesen vezessünk, István küldte nekünk, pápa. Borsos Győr belterületén trafi, egy Skoda Yetiből mérik a Celldömölök felől érkezőket. Szöszi küldte nekünk, Szent Márton Kátam, érkezett nélkül, remélem jól mondom, és Tolmás között autó motorral ütközött, várják a helyszínelőket, üzente Laci. Kunhegyes és Kunmadaras között a 34-es úton egy traktor felborult pótkocsival elfoglalja a fél útszakaszt, a kukorica kiömlött, ezt Robi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, aztán rendesek vagytok, hogy megadtátok, kaptuk SMS-ben. Igen, hát véleményes volt, de nem volt egy túl erős játék egyik fél részéről, se, de végül is megadható volt, úgyhogy megadtuk. Így van, akkor most 2-2. Jó reggel, ez a tabáni dal, írja valaki. Ezt énekelte egyébként? Igen. De Quint énekelt, nem? Miért tabáni dal? Quint énekelt. Hát csak a Quint miatt. Aha. A Quint miatt írták szerintem. Mi van a tabánival, a gyerekek? Énekel még? Vagy létezik még? Vagy már nincsen? Sose volt egy nagyon kiabálós fiú, hogy itt igen, vagyok, srácok. Nem volt egy rock'n'roll sztár. Tehát lehet, hogy ő most is énekelget, csak csendben. Tehát csendben csinálja. Nem hangos a botrányaitól a bulvár sajtó. Hát valahol támasztja a mikrofont. A hangja biztos nem lett rosszabb. Na, gyerekek. Olyan jó cikket találtam, arról szól, hogy nem is tudom már hol, de tök mindegy, valamelyik internetes portálon, hogy milyen tévéműsorokat lenne érdemes feltámasztani, mert hogy most hány olyan tévéműsor megy, ami egykoron már ment, és most milyen nagy siker, mint a például a Játék határok nélkül, meg van említve egy-két műsor még, csak nem akarom ezeket promózni, mert benne vagyunk, és a Játék határok nélkül kapcsán összeszedtek 10 olyan tévéműsort, amit milyen jó lenne feléleszteni. Hát gyerekek, reggel óta ezeket nézem. 80-as évek. Sírok a gyönyörűségtől. Imádok, tudjátok, hogy imádom a retrót, de emellett egyszerűen nem lehet elmenni szó nélkül.
Nem annyira régi. Van benne egészen új is, megemlítik a készátverést, ami nekem egy nagy kedvencem volt. De például sikerült megtalálnom, hát besírok rajta, Dévényi Tibi bácsi Három Kívánság című műsorát, és azon belül is egy olyan jelenetet, amikor David Hasselhoff Magyarországra érkezik, és a Deák téren, vagy akkor még ugye, hát nem Deák téren, hanem az Engels téren, régen így hívták, ugye, csináltak vele egy interjút, Dévényi Tibi bácsi csinált egy interjút David Hasselhoff-al, és az volt a kérése a két gyereknek, hogy vezetette már Trabantot. Szóval, hogy egész egyszerűen megdöbbentők azok a dolgok, amiket lát az ember. A kabátok, a ruhák, az autók, a zsigulis rendőr. Figyelj, egy olyan korkép így a 80-as évekből, hogy sírsz rajta a gyönyörűségtől. Arról szól, hogy megérkezik Dévényi Tibi bácsi, ott áll két gyerek, nyilván teljesen beállított az egész, tehát előre leszervezett kérdések. Egy néni tolmácsol David Hasselhoff-nak, körülbelül 3,5 méterrel magasabb, mint Dévényi Tibi bácsi. Rettenetesen menő, nézzük meg, hogy fenn van-e, hogy rettenetesen menő a David Hasselhoff bőrjackie, tök jó pólóban, V-nyakú póló bőrkabát, Dévényi Tibi bácsi élete sájában állott egy olyan téli kabátban, hogy besírsz a gyönyörűségtől, mellette pedig két helyes gyerek, akik nyilván azóta már felnőttek, és de jó lenne őket megtalálni egyébként, hogy hát, ha kicsi, 1 millió az egyhez az esély, hogy hát, ha hallgatnak minket, de a két gyerek közül valamelyik hallgat minket, akik ott álltak a Kempinski vagy a Meridian előtt, hát, ha tudnak esetleg csörögni, és az a lényeg, hogy megkérdezik, hogy mikor tanult meg úszni. és ez hasonló kérdések hangzanak el a gyerekektől, amit a néni fordít, David Hasselhoff pedig nagyon készségesen, nagyon rendesen válaszol. És a végén beül David Hasselhoff egy Trabantba, a bácsi magyarul elmondja neki, hogy hogy kell vezetni, és David Hasselhoff eltűnik a Meridian oldalába. Hát, szóval, hogy ez a legnagyobb. Nem találok. Ezeknek a műsoroknak már a főcíme is nagyon jó, az nem tudom, hogy rajta van-e az anyagon. Nem, itt interjúval indulunk, és hát illetve egy Baywatch bejátszással. És hát azt tudjuk, gyönyörű, hogy ezek egy picit irányítottak voltak, mert ez valószínűleg úgy született meg ez az anyag, hogy a két gyerek írt egy levelet David Tibi bácsinak, hogy szeretnénk találkozni David Hasselhoff-val, és szeretnénk vezetni Kittet. Érted? Így kezdődött a dolog, hogy kidet szeretnénk vezetni a szuperautót. De valószínűleg kit, így kezdődött. Kit. Te se voltál. Nem szerettem. Kidet. Ne, kitet mondtam először, de aztán javítottam, mondom, kid az mégis csak. Elbizonytalanodtál? El, fogalmam nem volt a dologról. Ez valószínűleg így kezdődött, hogy szeretnénk vezetni az autót, és mondta Tibi bácsi, hát nem lehet gyerekek. Hát csináljuk meg úgy, hogy ez a miénk. Egy Trabantot vezessen ez a gyönyörű férfi. És akkor így alakították át a dolgot. Szerintem még csak nem is így indult. Úgy indult, hogy David Hasselhoff tudták, hogy Magyarországon jár, és találtak két gyereket, akire azt mondta, hogy te most azt kívánod, hogy odállt a két gyerek, elmondta, hogy mit kíván, érkezett David Hasselhoff, mintha a két gyerek miatt jött volna Magyarországra, és aztán nyilván nem, tehát a Dévényi bácsi elmondta, persze, hogy nem így van, tehát úristen, hát szegényként hallaná, hát azonnal szívgörcsöt kapna, ők azért ez hosszú-hosszú heteken keresztül szervezték, de hát szóval, hogy élményt. Köszönjük szépen. De a bácsi is zseniális egyébként, aki a Trabant, tehát hogy látszik rajta, hogy semmiféle megilletődöttség nincsen benne. Abszolút rutinosan, abszolút mindenféle félszegség nélkül magyaráz el David Hasselhoffnak, hogy hogy kell azt a kis Trabantot működtetni. Zseni. Csak egy pici bejátszás, gyerekek, hogy hogy zajlott az egész. Nagyon rossz minőség, sajnos. Ánia? Mert látta a Baywatch, mindjárt kérdez David bácsi. Mi lenne a különleges kérésetek Daviddel? Pont ezen vitatkoztunk délőtt. Lehet hallani? Lehet, jó. Hogy David Hasselhoff tud-e Trabantot vezetni. És nagyon helyes, a két gyerek egyébként tök menő cuccban van, mert ott állnak ilyen kis baseball sapkában, meg ilyen kis műbőr kabátban. Hát Tibi bácsi zakója se semmi egyébként, egy hatalmas sála. És David Hasselhoff beül a Trabantba. És eltűnik vele. És megy egy háztömböt. Megy egy háztömböt, igen, eltűnik, és közben Dévényi Tibi bácsi pedig közvetíti a nagy eltűnést. Kicsit... Jó, már egy Trabantba szállni élvezen. Alá keverve a zene utólag nyilván. Egy kis kötelező exotik. David Hasselhoff nem tud talatni a Trabanttal, mert nem tud visszajönni a gyerekekhez, ugyanis nem ismeri a Rükit, és ezért tesz egy kört, megkerüli a Meridian. Megkerüli az egész Meridian, hogy Kempinskit, mert nem tud, nem mondták el neki a Rükfercet.
És kedves nézőket, a Trabant, David Hasselhoff a sétáló utcában lekanyarodott a Trabantat. Igaz, hogy nem beszéltünk meg az útirányt, és most itt mindenki izgatottan várja. Eltűnt a kék Trabant és David Hasselhoff Budapesten. Ilyen még nem volt, a menedzser közvetít, hogy valami baj történik, a rendőrök is körbe tekintenek. David Hasselhoff a kék Trabanttal. Hol Hasselhoff, hol Hasselhoff, hát ahogy jön, ahogy jön, Tibi bácsi, nál, imádom. És hihetetlen, a műszerfal tetejének a magasságában vannak a térdei az embernek. Igen, de iszonyatosan nem fér bele a Trabantba, igen. És azt hiszem, hogy ez a sziréna talán nem azt jelent, hogy David Hasselhoffot elfogták. És ugye, hát nyilván ezt neki ki kell beszélni, nem tudom, hogy ez élő volt, szerintem ez vágott műsor volt, de valamiért Tibi bácsi kibeszéli, és közben ugye mutatják a pesti utcát, és hát figyelj, a ladák, a trabantok, a ladaszamarák, a buszok, szóval, hogy az egész annyira gyönyörű és annyira retro, hogy az embernek a könnye kicsordul, miközben ártatlan járókelők járkálnak, és nem értik, hogy Dévényi Tibi bácsi egy 100 zakóban két gyereke miért ordibál a Kempinski. A Kempinski előtt riadtan néznek vissza, hogy most rabolják-e Dévényi Tibi bácsi. És nem értik, hogy a Langaléta fiatalember a saroknál miért vagánykodik egy kézifékes fordulóval, amit nem tud megcsinálni, csak egy picit. Igen. Mert hogy a saroknál egyébként bepróbálkozik. Bepróbálkozik, nem jön össze neki, de egy úriember, aki éppen arrafele jár, ilyen rosszalóan néz körbe, hogy nem most briganti, ne bírcsaptoljunk már itt, figyelj. Igen. A David Hasselhoff egyébként hatalmasat fordult a Trabival, tehát megtalálja a kéziféket. Hol volt a Trabiban a kézifék? Ott ugyanúgy ott volt? Lent. Ugyanaz volt? Aha, ugyanott. Már nyilván pedálos volt, mert az a Merciben volt. Ja, a váltó volt a kormány most mellett, és lent a kéziféket, az ugyanúgy megvolt. Az ugyanúgy ott van. Na, annak közben fölébresztette Dévényi Tibi bácsit, tényleg? Szegénykém, hát lehet, hogy aludt, nem is volt ez most megbeszélve hirtelen, csak megtaláltam ezt a cikket, aztán erről akartam beszélni. Itt van Tibi bácsi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát eltörtünk ilyen korai órán, hát ez most nem is volt leegyeztetve. Fönn vagy már ilyen korán? Ez az élőadás varázsa, na. Ahogy klasszikus mondat. Igen, Gál Völgyi is mondta a Zenebuti paródiában. Figyelj, találtunk egy cikket, ahol a régi tévéműsorokat akarnak föléleszteni, és a három kívánság is közte van. Erre a Hasselhoffos beszélgetésre, ott a nyugati téren, vagy nem is a nyugati téren, a Deák téren, emlékszel? Emlékszem, ez egy óriási show volt, mert nem tudta, mi az a kilincs ott a kormány mellett, meg minden, szóval nagyon ideges volt a délőző, akkor beszállt ebbe a Trabantba. Igen, hát akkor ment a Knight Rider, ugye nagy óriási siker volt, a tévében reggeltől estig játszották, és hát akkor született meg az ötlet gyerek, nekem marhára megnézett a kívánság, hogy hát látták, hogy milyen jó vezeti ezt a szuper autót, és hát kíváncsiak, hogy tud-e Trabantot vezetni. Hát egy ilyen turnén volt éppen David Hasselhoff a lemezét propagálta, és akkor Budapestre is eljött, és mondom, hát megpróbálom. Eljutottam a menedzserig, akkor már javába ment a három kívánság, és nekem ugye az volt a trükköm, hogy ugye akkor még VH-sre volt a fővéve egy demo, hogy elküldtem egy ilyen levéllel, neki egy angol levéllel, hogy megkérem, hogy ezt a kívánságot teljesíti, van a magyar gyerekeknek egy ilyen műsora, és nagyon szeretnénk a hűst. Eddig már teljesítette Maradona, John Travolta, minden. Na most ez muszáj. Tehát ez volt a beugrató, hogy már kik teljesítettek. Igen, mert ők általában az volt a nehéz a három kívánsága, hogy nem azért nem vállalták volna, mert ugye nem akarják, hanem nem tudták, hogy milyen műsor körül mi van. Tehát, hogy milyen műsorba kerülnek bele. Tehát amikor már látták, hogy ennyi világsztár teljesítette a kívánságot, akkor már könnyebben ment, és hát ő is mondta nagyon szívesen, és akkor meglátta a Trabantot, hát ez az óriási volt állítólag, bement a Váci utcába, és ott akkor még nem volt forgalom, akkor ott érezte, hogy ott nincs semmilyen autó, csak emberek vannak, és akkor elkanyarodott való balra, és amire visszajött. Szóval nagyon szimpatikus fickó volt, és hát örülök neki, hogy a srácoknak sikerült teljesítenem akkor ezt a kívánságot. Hát én meg ott álltam, riadtan közvetítettem, hogy úristen, hol lehet ez a David Hasselhoff. Igen, az egészet leközvetítetted, mintha egy élő műsor lenne, én azt nagyon-nagyon szeretem. Tibi bácsi, ők egyébként ezért
kértek pénzt? Tehát ők elmondták, hogy oké, eljövök, David Hasselhoff vagyok, mit tudom én, 5000 dollár. Nem, ez mint akkor ez egy nagyon nagy dolog volt, tudod, két ügy volt. Egyik a gyerekért, ugye általában, amikor eljutsz már a sztárig, akkor azt minden teljesítenek. A másik meg ugye egy kuriózum volt, hogy a vasfüggöny mögött ugye egy magyar gyerek, tehát ez láttam rajtuk, hogy ezt örömmel tették. De hát ugyanezt tette a John Travolta, és mindenki, hogy volt olyan, aki nemet mondott? Aki győzködtetek, és valamilyen az Istennek se akart eljönni, és kicsit szemét kellett mondani, nem érdeklik a gyerekek? Nem volt? Elutasított a menedzsmenttel keresztül vergődni magunkat, az volt a nehéz dolog. Tehát amikor ott voltál párnál, nem volt semmi baj. A menedzsment néha kötözködött, de mondom, hogy ez a VHS meggyőzte őket, hogy ezt érdemes, jó pofa. Hát amikor az amerikai elnök fellépett a műsorban, az idős Bush, akkor az volt az első mondat, amikor bejött a színpadra, hogy hát elmondom az amerikai gyerekeknek, hogy nektek milyen jó kis műsorotok van. Hát ebben a percben elájultam, mondom, úristen, ezt Amerikában csinálom akkor. És olyan nem volt, Tibi bácsi, hogy csaltatok egy kicsit, tehát mit tudom, jött közelünkbe egy sztár, találtatok két gyereket, és azt mondtad, hogy öcsikém, ezt fogod kívánni. 80%-a valós volt. 20% az se csalás volt, csak azt mondta, hogy mit tudom, akar találkozni Rózsa Györggyel. Most ez neki lehet, hogy poén volt, de a nézőknek nem poén. És akkor mondtam neki is, hogy akarsz találkozni. Hát azt mondja, neki mindegy. Jó, mondom, hát akkor Gyuri a második emeleten lakik, mondom, mondd azt, hogy szeretné Rózsa Györggyel találkozni, pódilóval felmenni hozzá második emeletre. Hát ekkor ugye teljesült a kívánság, szegény pónilovat ott lögdöstük meg mindent, hogy fölvett a második emeletre. Csak felment de milyen reális dolgokat tudsz kitalálni, azért mondd azt, hogy pónilóval szeretnél felmenni. Nyilván jön egy 6 éves gyerek nagyon, és azt mondja, hogy pónilóval szeretnél felmenni Rózsa Györgyhöz. Ennyi kegyes csalás volt benne, azért volt egy kegyes csalás, mert ugye nekem a nézőknek mindenki azt hitte, jó tündér, mert én csak egy egyszerű tévéműsor szerkesztő voltam, akinek hétről hétre szórakoztató műsort kellett csinálni. Tehát gyakorlatilag, ami nem a gyerek szájából jött, az annyit jelentett, hogy feltupíroztam egy kicsit a kívánságot, hogy a nézők számára is érdekes legyen. Tehát teljesült az alapkívánság, hogy találkozott Rózsa Györggyel, de ez azért legfeljebb azt mondták, hogy ez a gyerek nem normális. Igen, pónilóval akar fölmenni. Most egy műsort mondjuk 1 millió vagy 1,5 millióan néznek, az jónak számít. Friderikuszt akkor néztek, hogy 4,5-5 millióan. Tehát, hogy felfoghatatlan számok voltak. 3 kívánság milyen számokat hozott, hogy mennyien néztek benneteket, erre emlékszel? Vasárnap délután volt, kinéztem az ablakon, egy lélek nem volt. De szeretlek! Kihaltak az utcák! Szerintelen vagyok, így, csak nekem még fogalmam sem volt, hogy nézettség meg minden. Mondom, úristen, de jó, hogy ennyien nézik, vagy valami. Mert aztán ugye másnap az utcán, hát az nem lehet elmondani, hogy mindenki azt kérdezte. Gyakorlatilag ugye az volt mindig a gond, hogy a gyerekek, amit láttak, azt kérték a következő alkalommal. Tehát mit tudom, hogy a Nápolyban a kisrác focizott Maradónával, akkor utána való héten mindenki a Maradónát kérte. Tehát 50 000 levél jött, hogy a Maradónával akar focizni. De hát természetesen ugyanazt a kérést nem tudtuk még egyszer teljesíteni, de hát ezzel indítottuk be a gyerekek fantáziáját. Mi volt a legnehezebben teljesíthető kérés, amire így azt mondod a hosszú évek távlatából is, hogy ú, apám, azzal megizzadtunk? Hát voltak, amelyek úgy konkrétan nem sikerültek. Volt egy vakkis fiú, aki azt kért, hogy a Stevie Wonderrel akar együtt zongorázni. Hát óriási volt, itt jött a Stevie Wonder Magyarországra, a menedzsment azt mondta, oké, két gyönyörű zongora be volt állítva minden ott a stadionba. Azt mondta Stevie Wonder, hogy ő teljesíti a kívánságot, de egyet kér, hogy csak a koncert után. Na, én akkor elfelejtettem, hogy a vak embereknek léletritmusuk van, és a kisfiú elaludt. És 11-kor ott jött a Stevie Wonder, és a kisfiút nem tudtuk felébreszteni. Elaludt. És képzeld, ott álltam, az a gyerek ott feküdt a padon, a Stevie Wonder ott állt a menedzserével, állati kínos pillanatok voltak, és hát ez a kívánság sajnos nem sikerült, pedig azt hiszem, hogy a kisfiú számára is egy örök emlék lett volna, hogy együtt a Stevie Wonderrel játszanak zongorán. Hát ez volt az például az, ami nagyon szomorú volt. Hát ez helyes. Igen, hát 11-kor már persze. Igen. Most közben nézem. Hogy ez a kisfiú
később Érdi Tamásnak hívták. Ne hülyéskedj, hát igen. Világhírű zongora művész lett. Hát ez az, ez az. Úgy játszik, jó, de jó, így még izgalmasabb a ez dolog. Ez igen, Érdi Tamáska lett, igen, igen. Ez azért, aztán ezért mondjuk egy csöpp vigaszon van az ügybe, hogy ő Érdi Tamásra, igen. Közben nézem a videót, megérkezett David Hasselhoff, visszajött, megtalálta a rükkfercet, és pont arról panaszkodott, hogy nem találta a hát, nem találta a hátramenetet. Igen, hát nagyon, nagyon kis helyes dolgok ezek. Jól van, Tibi bácsi, mit csinálsz ma egyébként? Mi a dolgod, vagy, hogy már ilyen korán fönn vagy? Mész valahova? Sportolsz, dolgozol? Nem, én már 7 órakor szoktam fölkedni, öreg nyugdíjas vagyok, érted? Ittam a kávémat. Hát gyakorlatilag napi dolgom kívül, ugye péntek-szombat fellépésem van, Győrbe megyek a Gólya bárra, aztán utána szombaton Zalaegerszegre. Tehát megvan a fellépésen, jövő héten a Szálkát csinálom a Bagiékkal. Nagy megtiszteltetés, de a Rádió Kabaré rendszere szereplője lettem, múltkor konferáltam is, hát régi pályán, ugye én gyakorlatilag parodista voltam, 1965-ben nyertem a Ki mit tudott, és most ismét Rádió Kabaré szatok, tehát nagyon boldog vagyok, mert tényleg azt csinálom, amit szeretek. De jó. Írja valaki, hogy volt egy kis srác, aki Pierre Cardennel találkozott, és kapott egy öltönyt, ez igaz, vagy valaki igen, humorizál? Igen, azt kérte, tényleg? Hogy azt szeretné, hogyha Pierre Carden csinálna neki egy öltönt, és azzal sétálhatna a Champs-Élysées-en. És öregem vállalta az öreg, aki akkor Franciaország harmadik leggazdagabb embere volt, és eljátszotta az Uriszabot, persze előre kész volt az öltöny, eljátszotta az Uriszabot, elővette egy centimétert, lemérte a kis zakóját, gombos tűzzel, ugye a szabók bejelölte, és hát a gyereknek kész volt, és Champs-Élysées sétálhat, egy kazincbarcikai kisfiú volt, úgy emlékszem. Meg azért ebbe a papa is benne volt, mert azért egy kazincbarcikai kisfiú egyrészt nem tudja, hogy hol van a Champs-Élysées-eket. Igen, szóval, hogy azért ezek ilyen gyanús kívánságok ezek. Picit legyen nagyobb, hogy jó legyen majd a gyerekre, hogy ott belenő. Hat éves vagyok, egy Pierre Carden öltönyt szeretnék, és a Champs-Élysées-en szeretnék sétálni. Hol van a Champs-Élysées? Azt nem tudom, apám mondta, hogy sétáljak. Igen, azt nekem nagyon jó. Mondom a méreteket, mekkora legyen a zakó. Hát a Sziszikecsnél 10 000 levél írtak, nem a gyerekek, hanem az apukák. Érted, hogy szeretnének találkozni Sziszikecsel, és hát akkor ott összehoztam, no, az is egy jó sikerült. Hát ott volt egy ilyen plusz poén, hogy Kesjár Csaba szegény, ugye ismerjük a híres autóversenyző, aki már ilyen, nem így adta, hogy megy van szegény. Igen, hogy ő is szeretne találkozni vele. Mondom neki, egy feladatod van, találkozhatsz, ha Feri hegyről behozod. Azt mondja, igen, de most csak úgy jött a Dévényi fantázia, akkor játsszuk el, hogy milyen gyorsan tudod behozni Ferihegyről. Hát azt mondja, nem tudom, hát le kéne zárni a nagyvárat teret, a izét, és akkor hát most tényleg meg is szerintelem, hogy én akkor ezt el tudtam intézni, hogy lezárták az ülői utat, mindent, hogy a Kesjár behozza. Hát körülbelül 3 perc, 40 másodperc alatt hozta be Ferihegyről. Amikor beszállt nagy dolgok ezek. Beszállt a Sziszikecs, kapott ilyen bukós isak, meg mit tudom én, és a boldog volt, hát ez egy jóképű gyerek volt a Csaba, és úgy ránézett minden. De amikor kiszállt az internet, egy hullafehér csaj volt, akinek remegett a lába, hát azért tudott Ferihegyről 3 perc körül bejönni az interkontinentálig, azért nem volt egy kis élmény a csajnak. Tehát ilyen emlékek maradtak meg bennem abban a 3 kívás, hát majdnem 20 évig ment a televízióban. Az kemény. Jó van. Tibi bácsi, nagyon szépen köszönjük, örülünk, hogy beszéltünk. Hol vagytok helyszínen? Hol vagytok helyszínen? Hát a Bükkben. Dél-Afrikában is van egy részünk, 2/3, 1/3 pedig otthon, Feri. Tehát itt többféleképpen, több helyen értem. Vagyunk. Dél-Afrikában vagyunk in. Értem, azt tudom, hogy hát örülök nektek is, jó melót kívánok, és hát ha köszönjük. Még egyszer 3 kívánság, akkor teljesítem a tiéteket. Három kívánságom az. Igen, Tibi bácsi, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Jó egészséget, ciao. Hello, jó reggelt. Aki látta Hasselhoffot a Váci utcában egy Trabantban, szerintem még most is ott áll, és nem érti, mi történt. Írja egy hallgató. Csalás volt a 3 kívánság az iskolánkban, jöttek kiválasztani a gyerekeket, stáb megmondta, hogy mit fog kívánni, kivel fog találkozni, írja nekünk egy hallgató. Nyilván ennyire durván azért nem ment, kis csúsztatások lehettek.
lehettek a dologban, igen. Lökjük már meg egy kicsit ezt a Rudit. Jó, akkor legrejjük a kívánság, hogy egy kamionnal ide áll valaki, aztán hoz egy nagyon-nagyon sok túrórudit neked, Lajoska. Jó, vagy nem utálom a túrórudit, nem érnek el, Lajoska, akkor is túrórudit fog zabálni ilyen. De nem szeretem, befogod a pofádat, Lajoska, olyan ráverek, hogy anyárán se ismer rá, azt mondtam, túrórudit kérsz. Hát, herceket kellett. A televíziózás az egy nagy manipulálás, úgyhogy nyilván akkor is elkövettek ilyen dolgokat, de Tibi bácsi nagyon szerethető volt ebben. Na, mire, csak kiindulva ebből a cikkből, hát köszönjük a cikk szerzőjének. Egyébként még olyan műsorokat írnak, mint a Nagy Ő, meg ezek már nem annyira régiek, Mónika Show, Mindent vagy Semmit, Vágó Istvánnal, hogy milyen jó lenne azt feléleszteni. Nyilván nem, senki nem nézi már, és nem az István miatt, hanem mert kvízműsorok ideje picit lejárt sajnos, de Mindent vagy Semmit nagyon jó volt. Bocsánat, jól értettem, az elején ezt úgy vezetted föl, hogy azok a műsorok, amelyek hiányoznak, és ebben benne van a Nagy Ő, meg a Mónika Show? Uh-huh. Amiket jó, csak érdemes kérdeztem. Lenne feltámasztani Szerelem első látásra, például Kósa el Adolfal. Emlékeztek arra, igen. Szerelem első látásra? Ugye arról szólt, hogy három férfi beült a paravár egyik oldalára, három nő, és akkor maradt a végén kieséses alapon egy nő, egy férfi, 20 forintból készült egy műsor, rohadt gagyi volt, de nagyon jó, és akkor fölhúzták, vagy elhúzták a paravánt, meglátta egymást a két jó randizó férfi. Isten, ezek hogy néznek? 10-ből 9-szer nem lett a dologból semmi, de 10-ből 1-szer a dolog összejött, és aztán bemutattak párokat, akik azóta is együtt élnek. Ez volt a Szerelem első látása, Kósa el Adolfal, amikor indult a kereskedelmi televíziózás, ez akkor volt a TV2-n. Van még Frey Dossié, Mónika Show, meg Szomszédok, hát 10 ikonikus műsor készítés is benne van. Úgyhogy hát ilyeneket soroltak. Na jó van, fél hét múlt, illetve az már nem fél, 8 múlt pontosan 1 perccel. Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, ha valaki játszana. Mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Másfél hónapon keresztül. Élőben. Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek. Kérdezi Zsú tőlünk, hogy mi a helyzet a budakeszi úton, mert hogy nem tud haladni. Ha van infónk, akkor mondjuk be. Egyelőre nem látom, hogy jött volna bármi, de ha megjön, akkor mondjuk. M1-es 143-as kilométernél Budapest felé mérik a sebességet, valamint az M6-oson a 42-es kilométernél szintén fotóznak. Köszönjük szépen. Na, kötelező biztosításokról beszélünk néhány mondat erejéig. Fölhívjuk a mi drága német Péterünket, mert hogy vannak bonyodalmak, és mindenkit azzal rémizgetnek, hogy drágul, hogy tudjuk ezt elkerülni, ha egyáltalán el lehet, illetve mit csináljon az az autós, aki váltana, de nem tudja, hogy váltson, vagy hát a legfontosabb, hogy tudjuk megúszni azt, hogy a dolog ne emelkedjen. Ugye jól olvastam, hogy most mindenkit ezzel riogatnak, hogy hiába vált, azt nem nagyon tudod megúszni. Az igazi, emelnek a biztosítók. Igen, ebben igazad van, az igazi baj még csak nem is ez, illetve hát nyilván ez is, mert most 1000 forint itt számít, de ugye az lett beígérve, hogy akkor ez egy 1000-essel vagy 2-vel fog változni majd. Igen ám, mi történik? Megkapod ezt a bizonyos tájékoztató levelet, és azt mondod, hogy jó, megint biztosítós levél, körülbelül átolvasod, kidobod a kukába, vagy elteszed. És aztán megjön a csekk majd a következő negyed évre, vagy fél évre, évre, ki mennyit fizet, és egy évben ez akár 10-15 ezer forinttal is több lehet, mint amelyit idén fizettél, vagy az elmúlt évben. Az nem kevés. Tehát nem kevés. A nagy átverés az ez, hogyha lehet ezt így mondani, már pedig lehet, mert ugye 1000-2000 forintról volt szó, lesznek olyan autósok, akik ha nem figyelnek, 15-tel fizetnek többet. Az meg már nagyon komoly. Az meg nem kevés, igen. Na itt van Péterünk, elmondja, hogy mi a helyzet. Hello Péter, jó reggelt kívánom. Hello, szia. Hello. Drága vagy, igen. Hát már azért terhelgetjük a biztosítótokat, meg mindenféle biztosítót, úgyhogy azért dolgozunk azon, hogy érkezzen egy kis pénz, amikor visszajövünk. Ezért na, mi a helyzet, ezért. Péter? Néhány mondatban foglald nekünk össze, mert rengeteg autós hallgat minket, hogy mire figyeljenek az autósok, hogy mit nézzenek a csekken, hogy ne emelkedjen jövőre a díj. De tulajdonképpen tényleg most ettől hangos itt Magyarországon a világ sajtó biztosításban, hogy 1-2000 forinttal megemelték a kötelező biztosítások árát, és hogy egekbe szöktek. Itt azért szerintem érdemes azt elmondani, hogy azért ez nem egy dráma, tehát a kötelező biztosítása mindenki úgy gondol, hogy ez azért van, hogy a másik érdekébe kifizetem, akit összetörök, de igazából ugye a kötelező biztosítás arra van, hogy ha én összetörök valakit, akkor helyettem fizessen a biztosító. Hát ez egy szolgáltatás, egy 10 000 forintos díj 11 000-re emelkedik, nőnek az alkatrészek,
részárak, stb. Szerintem nem dráma. A meglepetés az valóban akkor lehet, hogyha ezt a bizonyos index levelet, amit most a napokban, így november 10-11-ig mindenkinek meg kell kapnia, a biztosító kiküldi, hogy ha helyben maradsz és nem váltasz, akkor mennyi lesz a kötelező biztosítási díjad. Ezek is általában ilyen 10-15%-os emelkedést szoktak tartalmazni, ami szerintem szintén normális, és most meglepődve tapasztaltuk saját kollégáinknál is egyiknél másiknál, hogy a biztosító kiküldött, nem is mondok nevet, mert azért nem biztos, nem minden biztosító fog így viselkedni, de kiküldött egy 100%-os díjemelést, úgyhogy közben balesetet se okozott. A kollega bónuszfokozatot váltott, lépett előre. Itt gondoltuk mi azt, hogy azért ez már egy olyan alkalom, ez szintén joga van a biztosítónak, de fel kell hívni mindenki figyelmét, hogy nem unassza el megnézni ezt a bizonyos index díjat. És ott leírják, hogyha ha nem váltasz, akkor ennyi lesz, tehát erre számíthatsz. Tehát azt kell figyelmesen elolvasni? Igen, pontosan, és ugye tavaly 1,5 millió autós nem váltott kötelező biztosítást, ami azért egy nagyon nagy szám, és akkor ebből kiindulva, hogyha ha 1,5 millió autós helyben hagyja a díját, akkor lehet, hogy összességében sokkal-sokkal többen fognak fizetni a kötelezőért. Még ez a levél megérkezik, és itt is fontos figyelni, hogy sokan már elektronikus úton kérik a levelet a postaládájukba, de azt utána nem nézik, és ezt csak meglepődve tapasztalják, amit Feri is mondott, hogy megjön a következő negyedéves díj, és sokkal nagyobb és sokkal magasabb. Na, nem minden biztosító esetében van így, de azért most idén ez egy jelenség, és erre most kifejezetten én azt tanácsolom, hogy figyeljenek az autósok. Hogyha valaki igen, sokan úgy kezelik, hogy ilyen levélszemét, meg hogy hívják, meg promóció, igen, meg se nézi, gyakorlatilag rögtön kitörli, ahelyett, hogy elolvasná az embert. Egyébként többek közt én is. Nem, most azt is tapasztaljuk, hogy megadják sokan ezt a sosem nézem kukat freemail.hu e-mail címet, mert biztosítónak jó lesz az, ide küldheti majd a reklámjait, csak hát itt ugye nem csak reklámok érkeznek, már azok sem érkeznek, hogy csőstül, mint régebben, hanem nagyon fontos értesítések is jönnek el ezekbe az elektronikus postaládákba, csúszott a díja, kimaradt egy díja, emlékeztetők, vagy akár az új díj, és a kötelező biztosításnál nagyon gyorsan be lehet kerülni egy olyan fedezetlenségi díj helyzetbe, ahol akár 80-100 000 forintokat is lehet fizetni egy kis figyelmetlenség. Ha valaki megkapta az indexlevelet és elhatározta, hogy más biztosítónál köti meg az új biztosítását, tehát átköt, akkor arra meddig van lehetősége, mert ez ugye minden évben szokott ilyen cirkusz lenni, hogy már nem lehet, most lehet, még lehet, nem lehet, igen, most mi a helyzet? Tehát november hónapban fel kell mondani a biztosítást, és akik felmondták november hónapban, november 30-áig beérkezett a biztosítójukhoz, azon a legkésőbb december végéig kell újrakötni. Tehát igazából hogy az Alkuszok honlapján az ugye ez egy és ugyanaz a művelet, tehát tulajdonképpen aki most felmegy egy ilyen oldalra és köt egy új biztosítást magának, ott a felmondást automatikusan az online Alkuszok elintézik ő helyette, tehát így megvan, de a pontos menetrendje az, hogy legkésőbb november 30-ig felmondom, és akkor december végéig megkötöm az újat. Ha nem, ha ezt nem teszed meg, akkor maradsz a biztosítónál. Akkor maradsz a biztosítónál, így van. Így van, ez a menetrendje. Ugye egyébként ezek a reklámlevelek hogyanek? Hogy miért kapok egy héten 8-at most, hogy nem tudom, kinek adtam már meg az e-mail címemet, de hogy ezek itt kézről kézre mennek? Vagy ezt csomagokban megveszik a biztosítók? Megőrülök. Most beállítottam, igazából, hogy már egyből tegye a kukába, de hát megbolondulok. Tehát ez nem bírja az ember. Igazából most egy kicsit megszaporodtak a reklámlevelek, de a biztosítók nem vásárolnak adatbázisokat, meg az Alkuszok sem, tehát onnan azért szerintem nem kaphatsz egyszerre túl sokat, ha csak nem vagy túl sok biztosítónál egy helyen. Valami idén történt egyébként a céges e-mail címekkel, meg a freemaileseken, ezekkel azok, hogy valahogy, mintha szabadabban lehetne rámenni különböző reklámokkal, én is őrület sokat kapok mindenhonnan, de általában a biztosítóknál mi ugye erősen abból élünk, hogy elektronikus, hogy interneten áruljuk a termék. Nagyon figyelünk mi például oda, hogy se túl kevés, de se túl sok ne legyen egy ilyen EDM levél, mindig figyeljük a leiratkozásokat minden ilyen után, és hogyha ha ez egy picit is megemelkedik a leiratkozási szám, akkor már is visszaveszünk belőle. Tehát a biztosítókra ez az agyonbombázás nem jellemző. Én inkább azt tanácsolom, hogy egy pillantást vessünk ezekre a biztosítóktól jövő e-mailekre, mert persze van benne reklám is, meg hogy községutas biztosítás, vagy akármi más, de nagyon sok fontos emlékezhető van benne, amiről ha lemarad az ember, akkor viszont utána még akár többet is fizethet. És olyat nem csinálnak a biztosítók, vagy csinálnak olyat? Nyilván nem jogszerű, de hogy egyszerre megbeszélik, hogy emelnek, mindegy, hogy hova megyek, mert mindenki emel. Mert az ember azért erre is gondol, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy fura, hogy egyszer csak így hirtelen most így mindenki úgy dönt, hogy akkor emel kicsit.
Hát nézd, én azt mondom, hogy az elmúlt években már annyira lement a kötelező biztosítás árát, gondolod, hogy 10 000 forintos éves díj van, és azért ebből 10 000 forintos éves díjakból nem tudom, hogy hány 100 000 koccanást, törést, akármit kell fedezni a biztostónak, ami több százer, akár millió forintba is kerül. Tehát itt azt gondolom, hogy egyébként is a díjak elértek már egy ilyen alsó küszöböt, ami alatt már veszélyes az autósokra nézve. Tehát az se jó, hogyha 9-8 000 forintot fizetek azt egy kötelezőre, aztán később a biztosítónak nem tud mégse hely állni az én általam okozott kárért, akkor azt nekem kell kifizetni, hiszen a kötelező biztosítás engem véd. Tehát itt azt gondolom, van egy ilyen alsó limit is, amit elért, és muszáj, hogy menjen felfelé a díj, drágábbak az alkatrészek, többbe kerül az euró, a javítás is. Ilyen összebeszélés nincsen, mert hát ez szerintem versenytörvényt is sértene, de van egy piaci helyzet, egy gazdasági helyzet, amiben ennyi emelés, 10 000 forintról 11-2 000 forintra szerintem mindenképpen. Nem egy akkora tétel. Persze. Igen, jól van. Oké, elmondtuk a fontos dolgokat. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, Peti. Köszönöm, köszi. Hello. Vigyázzunk. Ciao. Hello, köszönjük. Köszönjük szépen. Na, megnézem a kukát akkor. Azt már buktad. Az ott már elvitte. Elvitte a kukás autó. Na jó van. Játszunk. Anna már is betett nekünk egy játékost, akivel Óven bácsit és Beru nénit játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, Tamás! Épp öreget kívánok nektek Dunán innen és Egyenlíten túl. Hello, Tamás, honnan hívsz minket? Hát már reggel jöttem rá, pont, hogy a Morning Show triumvirátusának egyfajta eszenciája vagyok, mert Rákóczinak hívnak, Lőrincen lakom. Balázsok kicsit gondol vagyok, mert nekem normális méretű fajom van, de ugyanilyen indokolatlanul szerint vagyok, úgyhogy tulajdonképpen én vagyok maga. Ezt szeretem. Tényleg Rákóczi Tamás vagy? Tényleg. Szegi. Na, azt. Nekem is ismerős ez a képen. Még egy közös vonásunk van. Jó, hogy mennyi? Hajd, de kicsi a világ. Atya Isten. Jó van, Tamás, mivel foglalkozol? Hol szórod ezeket a poénokat? Kik azok a szerencsések, akik egész nap ezt hallgathatják? Hát igen, hogy multinacionális cégnél vagyok, hatékonysági és projektmenedzser. Fogadjuk, te az a típus vagy, aki céges bulikon elsőként lépsz föl a karaoke géphez, és azonnal üvöltve veszed át a mikrofont a műsorvezetődől, és kezdesz el nagyon énekelni. És hajnali kettőkor még... Eddig második voltam, sajnos eltávozott az első köreimből, pedig neki talán jobb hangja volt, de ez megint csak az indokolatlan szerénységnek köszönhet, hogy ezt így mondom, de most már első leszek, így. Igen, és hajnali fél egykor félmeztelenül, ne menjetek még haza! Most kezdődik a buli! Most kezdődik a buli! De ez a típus vagy, ugye? Minden értekezetre elmond egy szóviccet. Igen. Oké, Tamás, figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, ezt még nem kell kitalálnod, ez ugye a játék eleje. Figyelj, megmutatjuk, hogy a két kis helyes öreg mit csinál. Beru néni. Beru néni fogorvoshoz ment, vagy elkísérte Óven bácsit, és itt szörnyű dolgok. Vagy Óven bácsi elvitte Beru néni fogait. Igen, vagy a fogakat csinálják. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! La 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 la. Ajajajajajajaj. Azért hajnal előtt a legnagyobb a sötétség. Nagyon nagy klasszikus, figyelj, én nem jó. Szeretem. Mivel egy olyan két és fél éve már nincsenek új dalok az Óven bácsiban, és a játék megszűnésének egyik oka az lesz, hogy 26-szorra játsszuk le az összeset egyébként, ez is olyan 43-szor volt ebben a játékban, de mi ezt egyébként bátran vállaljuk, hogy játékunk nem újul, viszont régi. És mutattuk már egy párszor. Figyelj, egy újabb rövid részlet, jó? Jó. Csak ne hosszút. La 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 la. Na. Valaki már ezt kitaláltam. Nyertek már ezzel a dallal, csak mondom. Aha. Szerintem most van az, amikor Magyarország összefog, tehát Ferenc a véremből, ti pedig határon túli magyarok, nem akartok valami némi segítséget adni a sztorihoz, csak úgy a biztonság kedvéért. Érzem egyébként a szóartikus kapcsolatot, a beszólásom és a rövid részlet, nem csak vicceltem. Feleséged van, barátnőd? Nem irigylem egész nap. Az kemény lehet azért ezeket, csak így csípőből itt tolod, igen. Drága barátom, nagy uram, vezérem, szőröm, szoktál ilyen szófordulatokat használni? Megpróbálok ezt azt ellesni tőled, de mivel ezek nem voltak a repertoárokban, így ezt elengedtem, de hát vannak persze mindenkinek. Na figyelj, nagy uram, mutatunk akkor egy hosszabb részletet, jó? Figyelj, kivettük a bögrét. La 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 la. Na, külföldi, annyit segítünk, jó? És akkor most lásd, kivel van dolgod, nagyon, nagyon kedvesek voltunk.
Ájj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 j
Szegeszleget. Hogyne, hallgass meg még egyszer, figyelj! La 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 la. Mi volt az SMS-ben? Hárja, megnézem. Jó. Hát. Na? Kaptam egy hajrát, ez nagy baj. Ja, azt tényleg. Hát, igen, igen, ez. Erőti képviselő, ez nagyban fogja nehezíteni az életét, úgy érzem, hogy hajrá. A hajrá a dalcíme, vagy az előadó, ez nem egyértelmű. Hajrá, ez jó. Az ember reménykedik, hogy elküldik a jó megoldást, erre jön egy... Dr. Albán! Így van, na, hallgass meg, Dr. Albán. Figyelj, csak ezt hallgass meg. Oda néz, figyelj. Mennyire Dr. Albán? Kicsit stinges ez Dr. Albán. Ki volt ez a Dr. Albán? Bejött valaki? Nem, nem, SMS-be küldte, és azt gondolnám egyébként, hogy egy 5-es skálán az a szeretet, amit kapni fog, ezért ez még az abszolút értéke is negatív. Tehát, hogy így mindenképp, ő lógja kell egy ajándékcsomaggal potenciálisan. Szeretem, akik ilyen magabiztosan segítenek. Mondd be, 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 figyelj, tarts, mondd, doktor Alba, mondd be. Igen, azaz, köszönöm szépen a véget, szeret után is. Nincs jobb egy ilyen segítségnél, igen. Hazudtam, mert baj, de egyébként, jajaja, na jól van, de a lehetőséget mindenki. Nincs ajándékcsomag. Mi is? Hát, ezek mennek meg a bárányfelhők. Na, jól van. Hát akkor további jó napozás nektek. Tamás, ne! Ezek mennek meg a bárányfelhők. Úristen, mindig az ilyen kollégákat vertük meg egy pokrocca, hogy ne tudja, hogy ki van a pokroc mögött. Céges bulikor rádobtunk egy pokrocot, nagyon meggyomroztuk, és tára ott hagytuk. Ezek mennek meg a bárányfelhők. Atya Isten, ne nyom. Fel magam a hierarchia viszonylag magas pontjára, hogy a természetfelhőt ne tudjon kiválasztani, ezért igyekszem figyelni arra, hogy elmenek élő ellenségeit. Kemény. Tamás, köszi a játékot, vigyázz magadra, csáó. Szép napot nektek, sziasztok. Szia. Hello, hello. Na, iszok egy kávét. Ő mennyi atya idő alatt vernéd meg? Nagyon jó. A modorosság teteje, csúcsa, ezek mennek meg a bárányfelhők. Drága nagyuram, szőröm, ígyunk meg egy jóféle söritalt. Ő az, aki úgy szól oda a céges buli hozzád, hogy szia vezérem, megiszunk egy jóféle söritalt? Kettő perc, na pontosan 8 óra. Jönnek a legfrissebb hírek, utána Gáborral folytatjuk, mert ugye mi drága Gáborunk, ha minden igaz, már megérkezett, csütörtök van, úgyhogy a hírek után jövünk Mr. Puliszkában. Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 4:09 lesz pontosan, egy perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Mondom a közlekedés híreket, azt mondja, hogy az Egér út felett áthaladó hídon két autó összeütközött, körülbelül 10 perce, teljesen elzárják az ért felé haladó sávot, mentőrendőr még nem ért a helyszínre, kerüljön, aki tud, ezt Dori néni küldte nekünk. Aztán nagy baleset történt az Őrsvezér tér és az Élesarok között a Fehér úton. Nagyon nagy torlódás várható. Daniellás Robi küldte nekünk. Ezt egyébként többen is elküldték. Köszönjük szépen. A Váci úton mérnek éberék a Lehel csarnok után. A kifelé vezető oldalon 50-es tábla van. Üzeni Szasza, valamint Jászfény Szaru és puszta Monostor között is van egy baleset, úgyhogy menjetek ott is óvatosan. Toma Boti küldte ezt nekünk. Köszönjük. Minden nap ez a Bon Jovi szám, kérdezi valaki. Hát nem csak erre kettő válasz, naponta. Igen. Erre a válasz az, hogy igen. Mi van a 8-ason? Folyamatosan szirénáznak. Hát a 8-ason azt egyelőre nem látjuk, hogy mi van a 8-ason. De ha valaki elküldi nekünk, akkor mondjuk. Eger 24-es főúton, Kisasszony úton zöld, Astra trafi, valamint az M6-oson a 42-esnél nem mérnek, valaki minden reggel beküldi ezt az infót, pedig már két hónapja nem látunk reggelente ott mérőket, ezt Azima küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint az utolsó M1 Lébényi kihajtónál a Győr felé haladókat mérik egy rendőr autóból. Na, köszönjük a közlekedési híreket. A villamoson majszolom a mandarinomat, amikor hallom, hogy jön Mr. Puliszka, összeszűkült a gyomrom, és eszembe jutott, hogy nem mostam meg szappanos kefével. Hát, majd mindjárt kaptok az arcotokra, igen. Balázs, elmehetsz profilozónak, az előző játékos a kollégám. Minden igaz, amit így ismeretlenül mondtál róla, azt hiszem a karácsonyi bulin meg is verjük. Jók vagytok.
Puszi Z küldte nekünk, és még egy SMS Dévényi Tibácsihoz kapcsolódva. Sziasztok, Hasselhoff a három kívánság óta iszik. ott lépett az ivás. Igen, az ivás útjára. Na, csütörtökben, ahogy mondtuk, így van, ez egy dolgot jelent. Megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket címkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, jó reggelt! Hello! Szerbusztok, jó reggelt! Jó reggelt! Na mi is, zongora leckéd lesz, Gábor, vagy miért? Egyenesen a zene akadémiáról? A frakot húztál, mi történt? Koncertre mész? A múlt héten megszóltatok, hogy az akóm nem elég divatos, és azért kutakodtam És a jövő hétre szeretnél hozni egy divatos? Nem, ez a divatos. Hosszantít csíkokkal, egy slankit, és három gomb, egy soros gombolású. Úgy gondolom, hogy ez most így egy minőségi munkában. De srácok, azt nem fogjátok elhinni, amit végighallgattam a hiú fiútól, most már így is kell neveznem Gábort. Szóval nézd meg, szerinted most ez tetszeni fog majd a Balázsnak? Mutatom közelről, nézd meg a jó, mintáját. Egyébként abszolút. Igen, mert az a helyzet, hogy ti könnyen beszéltek, mert Balázson egy ilyen divatos, nagyon jó kis póló van, bár a Jani mindig ilyen egyszínűben van. 1500 forintos. Igen, én meg a divat, ugye, nem járunk kézenfogva egymással az utóbbi 45 évben, úgyhogy engem hiába kicsit sötétnek látszik. Nekem ez a stílusom. A Jani stáppoló van. De nagyon jó lenne előtted egy zongora egyébként, Gábor, kifejezni, mert én adnék 1000 forintot, hogy csapja húrok közé. Na, kedves vagy. Tetszik. Valami Chopin-t nyomjál már. Hát az a helyzet, hogy meg kell szoknom az előadásokon, hogy ilyen öltözetbe kell lenni. Már nyilván nyakkendőt is szoktam hozzá kötni. Különböző zakóim vannak, de most tényleg egy olyat választottam, ami úgy gondoltam, hogy tetszeni fog nektek. Gondoltam rá tegnap, Bátlan, képzeld el. Tudod, mikor gondoltam rá tegnap, Gábor? Mikor? Tegnap este. Amikor vacsoráztál? Hát nem, akkor nem. Bár akkor is. Két alkalommal. Egyrészt, amikor vacsoráztunk, mert átmentünk a műsor főszerkesztővel egy szörnyű gyors étterembe, és a lehető legmérgezőbb dolgokat tettük, és utáltam magam emiatt, de már nem bírjuk azt tenni, amit a szállodában van. De ennél sokkal szörnyűbb dolgot csináltunk. Tegnap éjjel 2-kor bementünk egy benzinkútra, és megvettük a létező összes műanyagot, de mindent. És visszajöttünk a hotelba, kipakoltunk az asztalra, és eszembe jutott, hogy csinálok neked egy fotót, hogyha te azt látnád, szerintem elsírnád magad. Tehát a szénsavas üdítő, cukrozott üdítő, egyszerűen olyan ízség van az ízekre bennünk, hogy megvettük az összes, tudod, az ilyen nátrium-glutamátos, agyon fűszerezett, sózott chipszeket, szénsavas üdítő, cukros gyümölcslevek, mindent. Bögtél volna szerintem. Ez már egy ilyen belső lázadás. Letagadtál volna, hogy ismersz. Igen. Ez egy ilyen belső lázadás a részletekről, nem a Dél-Afrikában. Hát keressük az impulzusokat, igen, nagyon kevés van mindenből egyébként. És amikor hazajöttök, álmodoztok arra, hogy amikor hazajöttök, mi lesz az első étel, amit megesztek? Vagy van ilyen lista? Persze. Hát most már mindenki arról beszél itt a stábban, hogy ki mit kérjen otthon, meg mi legyen az első, amit a párja megfőzön neki, vagy a szülei, de azt tudjátok, hova megy majd először. Tehát konkrétan ilyen beszélgetéseket hallatsz a magyar stábban, hogy mit tegyek először, hova menjek, mit csináljak. Mindenki erről beszél. Én azt javasolnám, hogy tudjátok, amikor a börtönből valaki szabadul, bár ez egy picit rossz párhuzam, amikor a börtönből... Nem, egyébként járjuk csinálni, meg szeretjük, meg ez az életünk, de ugyanakkor valójában... De maga a törvényszerűség, ugye az, hogy a börtönben az emberek ugye alig kapnak enni, majd hazatérnek, és az asszony várja őket, már ha várja, és akkor rengeteget esznek. És akkor meghalnak lényegében, mert nem tudnak mértéket tartani. De jó kis vidám, happy end-es story. Nem, bocsánat, ezt nem úgy gondoltam. Az ez így csütörtökön. Nem. Mondjad? Csak úgy gondoltam, hogy ha hazajöttek, akkor én azt gondolom, hogy pici salátával kéne melegíteni, tehát egy-két napig majd azt nem nagyon szabadna nehezet ennetek. Ne akarjál verést, mert rád is rádakunk egy pokrocot. Kapsz egy pokrocot következéken csütörtökön. De Balázs, nézd, én ezt azért mondom. Salátával normális, hogy ennél te itt 6-7 éger, ezek nem esznek semmi jót. De ezt a ti érdeketekben mondom, hogy jó, hát ehettek némi magyarosat is, biztos, hogy Feri fog hozni ilyen kolbászt, meg nem tudom, hurkaféléket, csak óvatosan, mert a koleszterin szintetek hirtelen felszökik.
majd a magyaros ételektől, és ez nem lesz. Mi lesz velük? Hát el fog zsírosodni a vér, és nehezebb lesz a gondolkodás. De állandóan aludni fognak. Tehát a jövő hét annyi baj legyen. Ha hazajönnek, esznek kolbászt, akkor meghalnak mind. Én folyadékkal indítanék, illetve sárgarépalével, cséklalével. Gábor, a karotinok mert tényleg a reptérről nem hazamegyek, elmegyek haza, hogy úgy megverlek, hogy összeszarod magad. Te se voltál még 5 hétig távol a családtól. Arra gondolok, hogy... Egy jó adag húslevesért Zsül baltüdőjét egy hústüvel átszúrnám most jelen pillanatban. De miért ott húsleves nem kaptok? Figyelj, nincsen nem. Semmi. Nincs. Gábor, képzeld el, hogy nagyon jól főznek, de ugyanaz van minden este. Most nem a dél-afrikai stábot szígyük, mert hogy ők ott kint egyébként a cateringben csinálnak hasonló dolgokat, de ugyanaz. De itt 6 hét alatt egyszer nem változott a vacsora. Minden nap már a tálakat fordított sorrendben elmondom, hogy melyik tálban mi van. Ugyanaz. Egyébként jól főznek, de 6 hétig minden este ugyanazt tenni. Ez tényleg borzasztó. Meg erőtlen a hagymájuk, a paprikájuk. Igen, nincsenek fűszerek. De 3 nap után azt érzed, hogy minden ugyanolyan ízű. És veszel egy zacskó chipset, amiért otthon az első fára kötném fel magam, mert nem eszem ilyet. Olyan boldog mosolyjal tudod konstatálni, hogy ez a nátrium glutamát azért mégse egy olyan rossz találmány, nyilván bűnös volt, aki kitalálta, és persze rossz, de egyszerűen szörnyű. Viszont némileg örömteli, hogy hallottam, azt hiszem Feri is mondta, hogy mennyiféle zabot tudtok ott fogyasztani különböző ízekben. Orba szájba zabozunk. És ez örömet okoz nektek? Tehát ez jó? Vagy ezt is meguntáltok igen. Már? Nem. Van. Hogy olyan szettet szoktam vásárolni, és ebből Balázs is időnként fogyaszt, amiben többféle ízesítés van. Nyilván ezek az ízesítések nem feltétlenül természetes ízesítések, de mindig fel van dobva egy kis magocskával, egy kis asszalgyümölcsöcskével, stb. És akkor szója tejjel van vegyítve, vagy rizstejjel. Attól függ, hogy éppen mi az olcsóbb, érted? Ez nagyszerű, igen. Na, mivel készültél, Gábor? Két témánk is van. Ugye mind a kettő cikk alapú, mert hogy újabb cikkek jelennek meg a tej kártékony hatásáról, és vannak szerintem tévedések a magyar fejekben, hogy jó-e a tej, vagy nem. Nyilván nem akarunk senki ellen lobbit indítani, de beszéljünk erről. Illetve változik bizonyos élelmiszeripari törvény decembertől, és föl kell tüntetni a csomagoláson egy csomó mindent, amit eddig nem. Reméljük, hogy ebben kicsit a műsor keze is, vagy hát a mi kezünk is benne van. Ezekből készültél, összeszedted azt a néhány dolgot, ami változik? Igen. Illetve kiemelnék egy-két fontos dolgot. Ennek a lényege az, hogy egy EU rendelet, ami már hatályos, tehát itt nem biztos, hogy a műsor hatására, de alapvetően 2014, tehát idei év december 13-ától válik kötelezővé. Egy rendelet, tehát türelmi időnek vége lesz hamarosan, és ennek a lényege, ugye ez több részből áll ez a rendelet, én most nem mennék bele a részleteibe, azt emelném ki, hogy kötelező lesz jelölni az allergéneket minden élelmiszeren, illetve azoknál is tudni kell, akár az adott üzletben, mondjuk egy fagylaltozóban is, a munkatársaknak, ahol nincs csomagoló anyaga, tehát ugye nem előre csomagolt élelmiszerről van szó. Jelölni kell az allergéneket, például a glutént, ha van rákféle az élelmiszerben, tejfehérje, tejcukor, még a zellert is jelölni kell, képzeljétek el, december 13-tól, csillagfürt, tojás, hal, diófélék, a mustárt. Tehát, hogyha mustár van az élelmiszerben, jelölni kell, ugye arra is néhányan allergiások, puha testűeket, földi mogyorót, szóját, szezámot és a kén-dioxidot. De ezek eddig opcionálisak voltak? Mert hogy nagyon sok terméken lehet ezt eddig látni. Is kötelező volt, de nem volt olyan nagy a bünti, illetve akinél azt tapasztalták, hogy nem jelölte, pedig mondjuk volt kén a termékben, ott hát kapott egy ilyen elnyét, vagy nem volt olyan magas a büntetési tétel. Most már, december 13-tól ez olyannyira kötelezővé válik, hogy a büntetés meg fog jelenni. Ez annyira komolyan veszik, hogy például egy hotdogos nekik elírni, hogy mustár van a hotdogban? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha elmész egy ilyen talponállóba enni, akkor ott neked tudnod kell, hogy abban a virslében van-e glutén. Aha. És az lesz a tapasztalat, azt gondolom, hogy ki fogják írni, illetve ha nem is írják ki, te, mint fogyasztó, megkérdezheted, sőt, kérdezd meg, hogy ebben a termékben van-e mondjuk nitrit, van-e glutén, vagy ugye hústermékben is találkozhatunk tejcukorral, tejfehérjével, és most már nincs az, hogy a kedves kiszolgáló személyzet megvonja a vállát, hogy nem tudom, én egy napja dolgozom itt, hanem el kell mondania, sőt, hogyha elég szőrszálhasogatóak vagyunk, akkor kérhetjük a dokumentumot, hogy hát mutassa be, hogy nincsen glutén, mert én glutén érzékeny vagyok, és ebben a virslibe hogy nincsen glutén, ezt igazolja, és elő kell húzza az asztal alól a dokumentumot, be kell mutassa. Ennyiben változik tehát a
kötelezettség fog változni, és hogy olyan üzemben gyártották, ahol mondjuk dió is van, vagy szezám, vagy liszt, akkor azt is jelölni kell a csomagoláson, hogy olyan üzemben készült, ahol ilyet feldolgoztak, és az sem mindegy, hogy milyen betűmérettel, képzeljétek, hogy a méret milyen fontos, 1,2 milliméter. 0,9 kötőjel 1,2 milliméter, tehát az is megszűnik, hogy ránézel egy csomagolásra, és még nagyítóval sem látod, hogy mekkora a betű, vagy le van éppen ragasztva, vagy minden nyelven ott van, csak magyarul nem találod. Most már megfelelő betűmérettel kell jelölni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív folyamat. A fogyasztó érdekeit szem előtt tartva, és egy picit háttérbe szorítva a gyártó érdekeit, szabad mondanom, hogy végre ez az Európai Uniós folyamat, ez Magyarországon is jelen van, és kötelezővé is válik. Mondjuk érdekes lesz, amikor már hoddogot veszel, és megkérdezel, ez is van-e meg glutén? Mustár, ketchup, majonéz, bacon. Glutén. Pirítottam meg, de glutén van benne? Hát fölkészültebbnek kell lenni a kiszolgáló személyzetnek, és hát bizony, az ellenőrző hatóság is beállhat, egy idős néninek öltözve, és rákérdezhet. És bizony, hogy bünti lehet. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, vidájúkó vagyok. Glutén van benne? Elnézést, ezek a mindennapok. A mandula származékok iránt, a petrezselyem iránt érdeklődnék még. Igen, mondja Gábor. Hát igazából csak ennyi, hogy azért az ellenőrzések ott vannak, és én azt gondolom, hogy most már az allergiáknak a valószínűsége annyira megnőtt, hogy muszáj tudnunk, hogy amit veszünk, abban mi található. Ez egy teljesen normális dolog. Tudatosabban kell vásárolnunk, kérdeznünk, és a kiszolgálóknak, a gyártóknak is így kell jelölni és fölkészülni. De ez mindenképpen jó, hát most már végre nem azt nézik, hogy ki az, aki sokat fizet, hanem a fogyasztók érdekeit, nem? Akik talán így a legfontosabbak, van. És eddig kevésbé voltak fontosak. Illetve minden más fontosabb volt. Így van, hát nem mindenki örül ennek, mert ugye azok az élelmiszerek, amelyekben mondjuk van glutén, az eddig nem volt mondjuk jelölve, és hát nem biztos, hogy ezek után is ugyanolyan kereslet lesz iránta, mert lehet, hogy a fogyasztók inkább a menteseket fogják keresni, és a gyártó érdekelt lesz abban, hogy menteseket gyártson akár. Tehát legyen egy új palettája, ami mondjuk gluténmentes, ami azofestékmentes, tehát nincs benne mesterséges színezék, stb. Ugye a fagylaltozók, a jégkrémek kérdésköre is itt előkerül, tehát sok minden változni fog. Ez egy pozitív folyamat. Jó. Na, arról beszélgetünk majd a hírek után, hogy megjelent egy cikk, és egyszer ez már régebben volt témánk, de érdemes róla beszélni, mert hogy egy svéd kutatás láttunk a napokban, ami arról szól, hogy nem erősíti a csontokat a tej nagy mennyiségű fogyasztása, egy elég nagyszámú svéd kutatás ezt derítette ki, sőt kiderült, hogy azoknál a nőknél, akik napi 3 pohárnál több tejet ittak, valójában nagyobb volt a csonttörés esélye, mint akik ennél kevesebbet fogyasztottak. Ezt a cikk egyébként a BBC jött le, és aztán az MTI is átvette. És a svéd kutatók 61 ezer nő táplálkozási szokásait vizsgálták egy körülbelül 3-3,5 éves időszakban, és folyamatosan figyelemmel kísérték az egészségi állapotukat. Kiderült, hogy akik kevesebb tejet iszik, sokkal jobb állapotban vannak a csontjai, mint azok, akik sok tejet isznak, mert hogy azok csontjából eltűnt a kalcium. Ugyanakkor megállapították egy 11 éven át való követéssel, hogy az idősebb, illetve a fiatalabb nőknél mi a különbség, valamint a joghurtnál és más erjesztett tejtermékeknél épp az ellenkezőjét figyelték meg, akik többet fogyasztottak, azoknál kisebb volt a csonttörés veszélye. És hát ugye nyilván beszéltünk már sokat a tej mögé felsorakozó tejlobbiról, hogy nyilván ez is egy üzletág, és ez is hatalmas profitot termel, de mégis ez a kutatás abszolút szembe megy azzal, amit mindez idáig az ember a tejről gondolt, és itták fiatalok, itták idősek, hogy hát kell a csontoknak és kell a kalcium. Úgyhogy ezzel foglalkozunk mindjárt. Jó, Gábor, ha nem bánod, tartunk egy pici szünetet, csak meg átverted a melegítő fölsődet, mert abban úgyis jobban érzed magad. Dobla az akolt nyugodtan, és utána jövünk ezzel a svéd kutatással, meghallgatjuk Gábor véleményét, hogy mit mond arról, hogy ígyunk-e tejet, ha igen, mennyit, és például idősödő nők, ugye Magyarországon népbetegség a csontritkulás. Például nekik mit érdemes enni, ha kalciumot akarnak bevinni, mert hogy nem biztos, hogy a tej az elsődleges kalcium forrása, hogy ez ugye kiderült ebből a kutatásból is. Úgyhogy ezzel folytatjuk. Mindjárt 8:30 pontosan jönnek a hírek, mi pedig Gáborral jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Kapcsoljuk Dél-Afrikát!
3:49 lesz, pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Gábor itt van velünk, mert hogy csütörtök van. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk neked is. Jó reggelt, szervusztok. Ledobtad a kis szakót így ingben? Tovább? Igen. Uh-huh. Jó, ez is jó. Nagyon. Alatta is csinos, zakó is csinos. Nagyon, nagyon jó vagy ma. Na, ugye egy cikről beszélgetünk, ami nemrég jelent meg, és a cikk tanulsága az, hogy nem erősíti a csontokat a tej nagy mennyiségű fogyasztása, ez derítette ki egy nagy létszámú svéd kutatás. Ugye itt megállapították, hogy akik napi 3 pohárnál több tejet isznak, valójában nagyobb a csonttörés esélye náluk, mint akik egynél kevesebbet fogyasztottak. Ezt a kutatást a BBC is átvette, és itt találtuk meg mi is. Valamint megnézték, hogy akik viszont savanyított tejtermékeket esznek, azoknál pont fordítva működik a dolog, akik többet fogyasztottak, azoknál kisebb volt a csonttörés veszélye. Na, és akkor itt jön ugye, hát szóba tulajdonképpen az, amiről mi már egyszer régebben beszéltünk, hogy a tej és a kálcium, ezt mondja a reklám, ezt mondják azok, akik a tejet előállítják, de mi valójában az igazság? Lehet ebben a cikkben valami, szerinted? Szerintem Balázs lehet, és azért is fontos ez a cikk, mert nem valami underground irodalomról van szó, hanem egy komoly kutatásról. Gyakran megvádolnak bennünket azzal, hogy hát persze ilyen zug irodalmakból akarjuk igazolni, hogy a tehéntej az nem jó, vagy nem mindenkinek jó. És nézzétek meg, hogy a kutatók nekiindulnak egy vizsgálatnak, tehát nincs előfeltételezés. Nincs az, hogy én azt akarom igazolni, hogy a tej rossz, mint mondjuk egy vegán célcsoport vagy kutatói bázis, hanem ők egyszerűen az igazságot akarják tudni, és nézzétek meg, hogy 61.400 nő és 45.300 férfi 20 évig való követéses vizsgálatáról van szó. A nőket 20 évig, a férfiakat 11 évig követték. Azért ez szerintem nem kevés. Sem az a létszám, sem a és szám. Hosszú tehát mondhatjuk, hogy ez egy ilyen reprezentatív és egy nagyon komoly vizsgálat, nem 5 emberen végezték. A lényeg az, hogy akik 3 pohárnál több tejet ittak naponta, ott a csonttörés kockázata nagyobb volt. Hát ez egy rettentő új hír, mert ugye azt hittük, hogy minél több tejet iszunk, annál jobb lesz a csontállapotunk. És Balázs, hoztam nektek a számítógépemen, nem tudom mennyire lesz ez látható, ha Feri megpróbálja talán. Próbálom oda. Kérlek szépen, egy olyan ábrát hoztam, amit nekünk nem nagyon szabad publikálnunk, de tény ez az ábra. Az ábra pedig azt mutatja, hogy minél magasabb a kálcium bevitel, annál magasabb a csonttörés kockázata, a comnyaktörés kockázata. Köszönöm, Feri, láttátok? Visszaadom. De várjál, de hogy akkor még egyszer értelmezik, tehát minél magasabb a kálcium bevitel, annál magasabb a comnyaktörés aránya? Igen, mondok egy példát. Dél-Afrika, itt van az ábrán, Dél-Afrika. Dél-Afrikában a kálcium fogyasztás kevesebb, mint 200 mg naponta. Ugye ez rettentő kevés, mert 1500-at kéne. Magyarországon ennyi a javaslat. Ehhez képest a combnyaktörés aránya 100 000 emberre nézve szinte nulla. Most erre a Feri azt mondta, hogy azért, mert nincs hó. De hát nem várjátok, el. Én úgy furtam meg, mert a lista másik végén, figyelj, a lista másik végén Finnország van. Miért van ez a törés? Elcsúsznak. Csúszkálnak ott állandóan. Figyelj, de én azt mondtam a Ferinek, hogy banánhéj viszont van Afrikában is. El tudnak csúszni. Ezen nem múlik. Viszont nézzétek meg, hogy azok az országok, ahol rengeteg a kálcium, magas a kálcium bevitel, tehát Finnország, Hollandia, Svédország, ugye ez egy svéd kutatás, tehát nem is dél-afrikai, ez egy svéd kutatás, tehát lényeg az, hogy ott pedig nagyon magas a comnyaktörés arányos. Nézzétek, ezek a párhuzamok, ezek nem férnek bele a mai tudományos elvekben. Azt tudjuk egyébként, hogy Dél-Afrikában mással beviszik-e a kálciumot, vagy ez csak a tejre vonatkozik, vagy ez az összkálcium bevitelre? Ez összkálcium fogyasztás. Viszont már azt is tudjuk, hogy a japánok kevesebb kálciumot fogyasztanak, mint az európai és amerikai populációk, de azt nem tehéntejből viszik be, hanem szezámból, szójából, egyebekből, és ezért a japán ember csonttömege arányosan kisebb saját testtömegéhez képest, mint az európai-amerikai csonttömeg. Tehát a japánoknak elvileg gyengébbek a csontjaik. Viszont a belső szerkezete a japán ember csontjának annyira stabil, hogy bivaly erősek a japán embereknek a csontjai. Ezért érdekes, hogy nem csak az számít, hogy mennyi kálciumot eszem, hanem az is, hogy miből. A tehéntejből úgy tűnik, hogy nem alakul ki a stabil csontszerkezet, hanem törékeny csont alakulhat ki, nagyobb mennyiségű tehéntej, natúrtej adásával.
Tehát ezt csak azért mondom, Balázs, mert mondják itt, hogy sok kálcium, most már tudjuk, hogy magnézium is kell, mangán is kell, cink, réz, K-vitamin, D-vitamin, és nekünk nem az a célunk, hogy az egekig szökjön a kálcium bevitelünk, mert az nem feltétlenül szerencsés a vesének, az ereknek, hanem az a célunk, hogy a egyensúly legyen. Hogy vigyük be a vitaminokat, D-vitamin, K-vitamin, B6-vitamin, magnézium, cink, réz, és mivel mondjuk Japánban, meg nem tudom, Afrikában, Hongkong is itt van, sokkal szerencsésebbek a bevitelek, nincs annyi tehéntej, kevesebb a kálcium, de az tökéletesen épül be. Ezért hát azt mondod, hogy azon nők, akik félnek a csontritkulástól, és nálunk ugye azért ez egy népbetegség, hogy mondjuk az 50 feletti nőket, férfiakat azért ez sokszor veszélyezteti. Azok mondjuk ne tejet vigyenek be, mert pont az ellenkező hatást érik el, és a tej pont kivonja a kálciumot a szervezetből. Vigyenek be kálciumot, de más formában, és mondjuk ne úgy, hogy megisznak napi 3 pohár igen. tejet. Most, hogyha azt mondom, hogy igen, akkor szerintem engem kilépek az utcára és megvernek, és ti könnyű helyzetben vagytok, mert ti Dél-Afrikában vagytok, és titeket nem tudnak megverni, csak engem, nem baj. Viszont azt kell mondjam, hogy natur joghurt. Tehát ha tejtermék, akkor savanyított tejkészítmény, amiről a szakma is pontosan jegyzi, hogy olyan jó felszívódású kálciumot tartalmaz, ionizált kálciumot, ami jó a bélnek, jó a szervezetnek, ezért azt merem mondani, hogy ha tejtermék, akkor nem a zsíros sajtok, nem a natur 3 pohár tej, hanem natur joghurt, illetve a kefir, vagy a házilag készített aludtej, ha valaki tud ilyet házilag készíteni. Okay. Mi a helyzet a gyerekekkel? Ugye ott is adjuk nekik a tejet. Egyrészt szeretik is nyilván kakaóformájában, tejformájában, és az ember itt is azt gondolja, hogy kell a csontjának, kell a kálcium. A gyerekeknél még jobban emészti a szervezet? Vagy ott még jobb? Jobban járnak? Hát ugye 3 és 6 éves kor között a gyermekek érzékenyek a tehéntej fehérjére, majd kinövik. Azt mondja a szakma, így nevezi, kinövik a tehéntej fehérje allergiát. Ettől függetlenül, Balázs, azt mondom, hogy én nem erőltetném a tehéntej adását. Tekintettel arra, hogy emelheti az asztmatikus. Mi a helyzet a többi tejjel? Igen, kecsketejjel, jutejjel, stb. Rengeteg ilyet is lehet kapni, igen. Forgalmazzák. Most már bivajtejből is készülnek. Igen, jutej, kecsketej, bivajtej és kancatej, ezek alkalmasak, sokkal szerencsésebbek. Úgy nevezik, hogy prebiotikus tejek, tehát nagyon sok benne az értékes szénhidrát. Ezeket sem erőltetném, főleg nem szabad nyersen inni ezeket, hanem mindig pasztőrőzzük most már. Azt kell mondjam, tehát jó volt a kérdés Janitól, hogy a tehéntej üzleti, bolti tehéntej, natur tehéntej fogyasztását én csökkenteném gyereknél is. Asztma, allergiás asztma, bérrendszeri problémák, allergiák és egyéb problémáknak a felerősítője. Azt mondják, szerepet játszhat. Például a lányoknál a pattanások. Keresik az okát, hogy mi okozza a lányoknál ugye a pubertáskori pattanásokat. Tehát a tehéntej abszolút kihozza a sajt, pláne. Nem csak a csokoládé, meg a dió, hanem kifejezetten a sajtok, a zsíros termékek, a tehéntej a vaj adásával, vagy elhagyásával pontosabban a pattanások csökkenhetnek. Úgyhogy merem mondani, a vashiány, talán mondtam, fiatalkori cukorbaj és a tehéntej még mindig vizsgálják, de már azt mondják, hogy van összefüggés. Úgyhogy azt mondom, hogy gyereknél is, ha adunk tejet, akkor csak joghurtot adunk, de ne gyümölcsjoghurtot. Tehát feldolgozott formában fogyasszanak tejet, hogyha mindenáron tejjel akarják bevinni. Akár. Igen, és nem véletlenül mondjuk, hogy dió, hogy a mandula, az ezekből főzött krémek, a szezám, a mák, ezek továbbra is gyermekkortól kezdve. Én a mákolajról olvastam, hogy nagyon lassan építi vissza a csontrendszer, de például 50 feletti nőknek minden nap meg kéne enni egy evőkanál mákolajat. Lassan hat, tehát hosszú ideig kell szedni, 1-1.5 év, de hogy brutális módon építi vissza a csontrendszert, és aki fél a csontritkulástól, vagy hajlam, vagy bármi, milyen téren felmerülhet, napi egy evőkanál mákolaj, az például kiváló. Ez nagyon jó, így van. Foszforban nagyon gazdag. Tennék hozzá egy tejáskanálnyi pirított őrölt szezámmagot, és ahhoz csöpögtetnék egy kis mákolajat és egy kis mézet. Én ezért szeretlek, mert bedobok valamit, és azonnal tovább pörgeted. Az a baj, hogy a mákolaj az nem kiegyensúlyozott, mert rendkívül magas a foszfor tartalma, tehát nem annyira kálcium, hanem a foszfor tartalma, és arról azt tudjuk, hogy ha nem adok hozzá a szezámot, akkor más lesz a felszívódás. Uh-huh. Ezért, valaki kérdezi, nagyon fontos SMS, hogy mi a helyzet a madár tejjel.
az borzalom. A legjobb dolog a világon. Nem fontos, mert a tehéntejről nagyon sokat beszéltünk, de hogy a madártejjel, Gábor, mi a helyzet? Ez nagyon is fontos kérdés. Hát nézzétek, nem ehetjük. Rendszeresen nem ajánlom madártej fogyasztását. Megválaszolja, de szeretném. Cukros tej van benne. Tehát azt mondod akkor, hogy oké, gyereknek, felnőttnek ne túl sokat, és akkor inkább savanyított tejtermék, tehát nyilván nem mögött üzlet van, lobby van, megint van egyfajta kommunikáció, mi ezt értjük, ha már tej, akkor a savanyított tejtermékek, joghurt, így van, joghurt, és a szülő nehogy azt gondolja, nehogy lelkiismeret furdalása legyen, hogyha a gyermek nem ivott minden nap két pohár tejet, ettől a gyermeknek a csontja nem lesz gyengébb, attól még ő sportolhat, csak meg kell találni az egyéb kálciumforrásokat, és a K-vitamin, tehát spenót újra és újra, illetve a zöld leveles saláták és a fejes káposzta, kell káposzta. És mindegyik milyen finom, és milyen szívesen eszik a gyerekek. Ugye, akinek van gyereke, tudja, hogy egy zöld fejes salátától a gyerek lázba jön, remegni kezd, és azt mondja, hogy anya, még egy kicsit, még egy kicsit. Egy finom öntettel. Mit reggeliztél? Egy finom öntettel, igen. Mit reggeliztél, drága Gáborom? Összekevertem 50-50%-ban árpapejhet és zappejhet, majd ristejszínnel és agavészirupppal tálaltam magamnak. Nagyon. És tálaltad magadnak a reggeliző asztalra? Nagyon jó, igen. Grapefruit. És beszéltél magadhoz közben? Na ez most, Gábor, mindet meg fogod enni, egyetlen falatocskát sem hagysz itt a tányéra, letörled a szádról. Grapefruit, egyébként nem szoktam hagyni. Hiába csúfolottok. Grapefruitot tettem hozzá. De meg ne kérdezzétek, hogy mostam le és hogy takarítottam le. Egyébként lesúroltam. De amikor meghámozod, akkor is? Előtte. Aha. Hogy ne ér hozzá. Itt jelent meg az Origón egy nagy cikk, és imádtalak, mert mi erről már fél éve beszéltünk. Igen, megelőztük a korunkat. Narancshéj, citromhéj, ófenilfenol vegyületeknek hasonló. Igen. Egyébként nézzétek meg, hogy foglalkozunk egy témával, és néhány hét múlva megjelenik egy svéd kutatás. Hát, persze, ez kicsit most viccnek szántam. Igen, egy 20 éves kutatás jelent igen. meg. Egy GT monogramú szerzőnek a tollából. Oké, Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Jövő héten nem vagyunk, jó, mert utazunk éppen, jövünk haza, ha minden igaz, és mindenki úgy akarja, úgyhogy Balázs, ha elszabad mondanom, nagyon sokan érdeklődnek, hogy hol tartunk előadást, és közkívánatra Gödöllőn, a Művészetek Házában lesz egy nagy előadás az élelmiszeriparról, helyesebben kettő, úgyhogy megemlékezünk majd rólad is. Ez november 18-án lesz. Nem azért. Egy nagy közös álomban vagyok benne, igazából tegnap hazafelé a táborról meghaltam, és ti már megemlékeztek rólam. Nem, kihallgatok egy beszélgetést, ahol ott se vagyok, és már azt hiszem, hogy itt vagyok, de már akkor ott vagyok, és ti beszélgettek rólam. Aha, az emberek meg szokták kérdezni, hogy milyen ember vagy, hogy milyen a műsorban lenni, milyen itt veletek beszélgetni, és én mindig erről beszámolok, és általában pozitív dolgokat szoktam mondani. Általában, hallottad, általában. Nem mondok semmi rosszat. Hívjál meg egyszer egy ilyen előadásra, feldobom a hangulatot. Balázs, én erre gondoltam, csak az a baj, hogy nem tudom, van-e rá időd, mert hogyha lenne időd, én szívesen tehát szerveznénk egy ilyet, az emberek biztos, hogy megtöltenék a helyet. Az a kérdés, van-e hozzá kedved, vagy kedvetek? Hogyne, nagyon szívesen. Tényleg? Persze. Hát most egy jövő héten nem, de utána beszéljünk erről. Jaj, de jó. Egy csomó mindenünk projektünk. Jó, de ezt most egy műsorban mondtad el, azt tudod, és most ezt másfél millió ember hallotta. Tehát ez számon kicsit fogják kérni. Kicsit érzed, hogy sarokba szorítok? Nem szokta. Én nem fogom számon kérni, csak hogy az emberek kérdezni fogják, de én nagyon örülnék neki. Gábor, csak rám gondolsz, és a terem megtelik, úgyhogy igen. Ha megyek, hidd el, hogy... Én nagyon örülnék egy ilyen közös lesznek. Projektnek, és megköszönném. Jó van, vigyázz magadra, két hét múlva, jó? Jó, Gábor. Köszönöm, sziasztok. Köszönjük szépen. Üdvözöljük a Szabót, ha még él. Mr. Puliszka, köszönjük szépen. Vigyázz magadra, Gáborunk. Köszönöm, sziasztok. Hármasugrást játszunk már is egy játékossal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Hello, Dani. Dani, honnan hívsz minket? Oroszlányról. Oroszlány. Mit csinálsz arrafelé? Egy multinál dolgozok fel, turbofeltöltőket gyártunk. Turbofeltöltőket. Ez jól hangzik. Segítenek a kollégák, Gábor, vagy egyedül vagy? A sógorommal telefonálok, vezetékes telefonunk, úgy reméljük lesz segítség. Tehát két telefon van a füleden? Én nagyon jó. Nem, ki vagyok hangosítva, és a sógorommal pedig vezetékesen telefonálok meg. Van még egy kis más segítségem. Tehát egy vezetékes, egy mobil, és mi a más segítség? Internet, vagy valaki így más? Van, így van, igen. Na, hát ha ebből nem jön össze. Hát igen. Na jó van. Mehetünk? Mehetünk, igen.
Így szól az első kérdés Morning Show-s nyakbalkasztóért. Melyik zenekar képviselte Magyarországot a 2012-es Eurovíziós dalversenyen? 2012. Mit mond a sógor? Mit mond a net? Szólít meg a sógort. Mit mond az agy? Kettőben a pillanat. Üti veli mindenki. Várjuk meg, amíg beütöd? Nem, én nem ütöm. Ja, ő üti. Ha. Ki üti? A sógor? Hát, hogyha nem tudja, én ütöm a sógort. Hát nem vagytok túl jók, ketten ott vagytok, plusz az internet, plusz segítség. Hát mi van? Mi történt? Sógor lefagyott, internet lefagyott? Semmi? Nem, késik nagyon a két telefon, ugye. Ja igen, hát mire mi elmondjuk, meghallja, visszamondja, igen, akkor se jutott volna eszébe, vigasztaljon a tudat szerintem. Ez a kompakt diszkó volt. Ó. Hallottál már róluk? Persze, hallottam. Azt hittem azt mondod, hogy kedvenc zenekarom. Nem, de hogy... Igen. Kompakt diszkó volt 2012-ben, igen. Brutális 20, mi volt? 10? Nem 17. talán. 17. helyet sikerült tavaly szerezni. Tavaly ugye a Kálai Sanders, azelőtt pedig ugye Bály Alex volt, zenekar legnagyobb a Kompakt diszkó. A Kálai-t akartam mondani, de tudtam, hogy nem ő. Ő nem ő. Mert ő nem zenekar. Ő 2014-ben volt, igen, meg ő nem is zenekar. Hát figyelj, Dani, ez egy rövid játék volt, annak ellenére, hogy ennyi segítséged volt. Nem nagyon tudtunk tovább menni az első kérdésen. Még amikor Annának írtam SMS-t 8 óra, akkor én azt hittem, hogy mert akkor még nem hallgattam titeket, mert pont akkor mentem boltba, hogy azt hittem, hogy még a Oven bácsi Veru néni megy. A hármas ugrásra nem nagyon akartam jelentkezni, de hát ez jött össze. Na, látod, itt az van, amit Anna akar, nem az, amit a játékosok. Azt megmutat, hova jelentkezel, jössz, játszol, nem tetszik az, amit. Ennyi, Anna, rendez mindenkit, de nincs itt válogatás. Hogy te erre jelentkezel, arra jelentkezel, Anna beosztja, aztán kész, ő diktálja az iramot. Danikám, gyors játék volt, nincs ajándékcsomag, de köszi, hogy beszéltünk. Köszönöm. Ciao. Sziasztok, ciao, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát nem volt egy hosszú játék. Nem volt egy hosszú játék. Nem. 4 perc van, pontosan 9 óra. Meghallgatjuk újra a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csapfelet hapszik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, vannak friss közlekedési híreink, mert rengeteg hallgató küldi el nekünk, hogy mi a helyzet az utakon. Lassú a haladás az Egér úton, baleset nincs, csak sok az autó, kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Aztán nézem még, hogy mi van. 44-es főút Nyárlőrinc közelében Kecskemét felé nyerges kamion a fasorban. Kis Missi, így írt, hogy Kis Missi, ő küldte nekünk ezt az SMS-t. Köszi. Aztán Grevicsi pihenőnél rendőrség nagy kontroll az M1-esen, doktor úr küldte nekünk. Ez is nem régen jött. 10. kerület Fehér úton baleset a lámpánál, Fehér Suzy keresztben, big dugó, mindenki anyáz. Üzente Brown, az Egér út felett a 7-esen nincs már semmilyen fennakadás, ott viszont jól lehet haladni, ha valaki odáig eljut. És Várpalotán a Veszprém felé tartókat mérik a Veszprémi utcán, az utolsó rendőr lámpánál, ezt Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mondani akartál valamit, Feri, vagy nem? Vagy csak néztél? Hallgattam a híreket, meg azon gondolkoztam, hogy ez a pohár az mióta van ott előttetek az asztalon, hogy én nem vettem észre. Itt két számítógép között egy kehely, egy pohár. Egy órája. Igen? Ja. Igen, lementem, most rájöttem, hogy próbálják felturbozni a reggelit, és valamilyen műzlis, ilyen eperturmixot csinálnak. Hát nyomokban tartalmaz csak epert. De valami egészen ilyen eperturmixra hasonlító, és abból hoztam egyet. Most ezt két napja kitették, próbálnak újítani.
Megfordított sorrendben tették fel az üdítőket, úgyhogy most nagyon beújult a reggeli. Most nem úgy van, hogy víz, narancslé és a cukrozott alma, hanem cukrozott alma, víz, narancslé. Kicsit mindig összezavarják. Ez egy ilyen, rájöttem miért van ez, ez egy olyan hotel, ahol nem nyaralni jönnek, hanem átutaznak. Ez egy ilyen business hotel, ahol lakunk, és ilyen egy-két napot töltenek itt. Családok, menedzserek, üzletemberek, de hogy senki nincs hetekig. Ezért tudják eljátszani, hogy itt belőtték januárban a menüt, és az megy decemberig, egyszer bevásároltak a nagy piacon, lefagyasztották az összes zöldséget, hogy senki nincs itt, még 4-5 napot se, folyamatosan cserélődnek az emberek. Láttam egyszer valakit a 3 vacsorán keresztül, és egyszer nem értettem, hogy ide költözött. Törölték a járatomat, vagy mi van? Igen, mi történt? Tesó, miért nem tudsz elmenni? Bezártak? Vagy mi történt veled, hogy 3 éjszakán keresztül itt vagy? Úgyhogy igen, hát emiatt van, hogy nagyon nem kell filózni azért azon, hogy mi legyen a vacsora, mert konkrétan 2 napnál többet senki nem tölt itt. Júli, hello, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Éppen jó reggelt! Hello! Szia! Úgy örülök neked mindig. Sziasztok, hogy vagytok, fiúk? Remekül! Jó. Képzeld el, remekül. Most már célegyenesben vagyunk, úgyhogy egy hét múlva ilyenkor már még nem repülünk, de már lassan megyünk a repülőtér felé. Úgyhogy vége. Vége a dolognak. Képzeljétek el, fiúk. Na. Mit láttam? Tegnap tőlünk nem messze van egy bevásárlóközpont, ahol igen? Van egy ilyen kiülős, wifizős, hát egy ilyen félkör. Mm-hmm. És szóval én szoptattam kis babát, de képzeljétek el, ott ült egy hölgy. Igen. Nem. Elég nagyok a gyerekek. Azt hittem, hogy szoptatod még őket? Érdemes lenne átállni már a szilárd táplálékra. Csak megennének már egy zsíros kenyeret. 8 évesek lassan, igen. Amíg lehet, én csinálom. Nem, én szoptattam kis babát, de képzeljétek el, hogy tegnap ott ült egy hölgy, és az egyik kezében az okostelefon, és wifizett, a másikkal pedig szoptatta a kis babát. Ott volt mindenki pakolva. Ami számomra... hogy nem tudnak lecupani a wifi-ről. Nem is a wifi, de hogy, tehát, hogy annyira nyilvánosan csinálta, és nekem annyira fura volt, mert akkor, amikor én nekem kisbabám volt, és szoptattam, akkor nekem volt olyan, hogy elmentem a WC-re, lehajtottam a fedelét, és akkor megszoktattam. Hogy a WC-se lássa? Uh-huh. Ja, és sírtál. Nem, de azt gondolom, hogy ez nem másra tartozik. Tehát, hogy... De nyugtass meg, oda mentél, és elrakadtad vele. Hogy tehát, ne, mint Anna persze, egyfajta önkéntes rendőri vénával megállt, oda ment, és megint egy kisztelt hölgyet. Letépted a gyereket a melléről. Kivettem a gyereket a kezéből, és elszaladtam. Igen, legyen szíves, pakolj el a mellét. Nagyon éhes. Így lecuppant a gyerek, és elrakadtad a mellét. Szóltál, vagy mit csináltál? Nem szóltam. Nyitod a biztonsági öröket. Nem szóltam, csak az a, tudod, az a fura nekem, hogy vannak nők, akik azt érzem, hogy is mondjam, azért ül ki, uh-huh. hogy mindenki lássa, hogy ő meg tudja szoptatni a gyermekét, hogy ő tejjel táplálja. Ti tápszeresek, ti nem vagytok erre képesek, de én megetetem, ha kell, ha éhes a gyerek, akkor én merre teszem, legyek akárhol. Én ezzel nem értek egyet, mert hogy van módja annak, hogy az ember ezt intelligensen intézze, elvonuljon. Teszem hozzá, egyébként ebben az épületben van szoptató szoba, tehát ahol el lehet vonulni és meg lehet. Na, hát ott a helyünk. Annyira tudtam, hogy le fogjátok ezt csapni. Szóval, hogy ne szoptasson nyilvánosan. Érdekes, hogy ezt mondod, pont most jelent meg egy cikk is valami, nem tudom, nőről, aki meg volt a diplomaosztóján. Volt a diplomaosztón, ott ül, és mindenki most. Mindenki. Ő ráadásul ugye demonstrál amellett, hogy mennyire rendes volt hozzá az egyetem, hogy hagyta úgy elvégezni, neki 2 gyereke van, ennek azt hiszem amerikai a lány, hogy úgy engedte lediplomázni, hogy lehetőséget adott arra. Ausztrál, köszönöm mindig, János, hogy lehetőséget adott az egyetem arra, hogy ő a 2 gyerekét ott szoptassa és nevelje. Én azért gondolom jónak ezt a hölgyet, akivel tegnap találkoztál, mert hogy egy csomóan ma már nem azért nem szoptatnak, mert nincs tejük, hanem mert az most nem divat, vagy a cicimnek lesz valami baja, vagy akármicsoda. Szerintem igenis kell nyílt téren szoptatni. Igen, de ha minden... jól értékelem, vagy jól értelmezem azt, amit a Júli mondott, akkor ő neki nem a szoptatásban van problémája, hanem azzal, hogy nyilvános helyen szoptatni. Igen. Arra gondolsz, Feri, hogy ő a szoptatás világnapján egyfajta ilyen reklámszoptató ember volt? Igen, egy demonstráló szoptató. Milyen jó, hogy vannak szabadban szoptatók, hiszen kell leszokott már az ember a szoptatásról, ezért szoptassunk minél többen plázában. Igen, erre gondolsz? Igen, nem szoptat... egy ilyen ülve demonstrált a szoptatás mellett, és megszoptatta a saját gyerekét, vagy valaki. Hát lehet, hogy nem is a saját gyerekeért, tehát ő csak nem, most nyilván elvicceljük a dolgot, de szerintem az tök jó, hogy vannak emberek, akik ezt felvállalják, és talán 3 anya még elgondolkozik, hogy mert én ismerek olyan nőt, aki most azért nem szoptat, mert van már tápszer, és akkor ő neki nem fog begyulladni a melle, neki nem fog. Ember az így működik, hogy lát a Blahán egy szoptató nőt, és azt mondja, aha, holnaptól én is szoptatok. Egyszerű. Kicsit elgondolkozol legalább, nem?
Nézd már, hogy szoptat. Hát miért nem? Hát akkor átállok ő is. Azt a mosóport veszed meg, amit többet látsz a tévében. Erre kutatás van. Azt a cicit szereted, amit többet látsz az utcán. Nem tudom. Szóval szoptasson mindenki nyilvánosan, erre gondolsz. Hát, ha akkor a magyar anyák közül még többen vállalják a szoptatást. Igen. Hát szerintem ez megint kellemetlen. De nem, nem, hát figyelj, én nem vagyok egy szemérmes típus, na, és hogyha arról van szó, hogy, nem, tudjuk, hogyha most nincsen más lehetőség, akkor én nem jönnék zavarba attól, hogy elő kell vennem a mellemet, és meg kell, hogy etessek egy gyereket, de hogyha van más módja, tehát bemehetsz, elvonulhatsz, de legalább ne ülj ki a középpontba. Tehát én azt éreztem, de ebben a buzi nincsen wifi, fogd már fel. Jó. A szoptatószobában nincsen wifi. Én ebben a szituációban, mondjad? És egy csomó szituációban azt érzem, hogy ő protestál, tehát ő megmutatja, hogy ő képes rá. És még a szemedbe is néz, és látod, mit csinálok? Szoptatok. Bemersz szólni? Nem. Csak szó, gyere ide, és szóljál be. Túlpörgöd, Júli, szerintem nem volt. Van egy kis személyes frusztráltság ebben a dologban. Igen, mert nekem csak 4 hónapig ment. Mondja. Igen. Nem, azon gondolkozom, milyen érdekes, hogy minden más ember cselekedetében tulajdonképpen egyfajta tükröt lát az ember, és a saját értelmezését kezdi el mondani. Van, aki azt mondta, az ő értelmezése úgy szól, hogy elment a szoptató nő mellett, és azt mondta, nézd, milyen szép pillanat, egy nő szoptatja a gyermekét, de kár, hogy nem látunk többet. Jött Juli, ő azt mondta, hogy milyen anya az ilyen, miért nem megy el, egy nem protestál a szoptatás mellett. Jött egy harmadik nő vagy férfi, és megmondta vállát, engem ez nem érdekel. Érted? Tehát a saját olvasatodat közlöd, és tulajdonképpen így kommunikálunk egymással, hogy mindenki a saját igazságát mondja különböző cselekedeteken keresztül, érted? Balázs. Érted, mit mondok? Hogy ő egy tükröt állított, és te most a saját véleményedet mondod közben, ő egyáltalán nem biztos, hogy neki azért szoptatott, hogy protestáljon, csak te láttad ezt ebben a helyzetben. És azt gondolom, hogy szoptasson mindenki, ameddig bír, de ne legyen diszkószoptató. Tehát akik ki... Diszkószoptató, gyerekek, de jó! Hogy nem tartozik másra. Menjen be a mosdóba, zárja magára az nem ajtót. Nem feltételezzük, hogy a mosdózára volt? Nem feltételezhetjük, hogy a gyerek üvöltött, nem akarja, hogy üvöltsön, gyorsan megoldotta? Nem feltételezzük, hogy ennek a nőnek mondjuk Balázs, kicsit kisebb tudod, a szégyenérzete, azt mondta, képe, hogy a szoptatás egy természetes dolog, én most ezt itt megszoptatom, ezt a gyereket. Egy gyereknél nem egyből azt feltételezzük, múlik, hogy demonstrált a szoptatás mellett is, mint egy élő reklámtábla kiállt, és azt mondta, szoptatok, szoptassanak önök, tehát, hogy egyből csak ez a pontja van ennek a dolog. Szoptasson mindenki. Hát nekem ez volt a benyomásom. És nekem ez de ez te vagy, Juli, ez te vagy. Nem biztos, hogy abban. Tehát mondjuk megvan a kép, hogy Juli ezt meglátta, azonnal elszaladt a szoptatószobához, hogy zárva van-e. Egyes, megnézte, utána oda ment a nőhöz, és megkérdezte, hogy hány percet sírt a gyerek, mielőtt elkezdte szoptatni? 5-öt? Akkor lett volna ideje bemenni a szoptatószobában, mert nyitva van. Jó, azért, minden? Mert én csak fél évig szoptattam, azért csinálja ezt? Elnézést, ki maga? Bocsánat, van benned egy erős frusztráltság a szoptatása kapcsolatban, és ez a nő, ez most tulajdonképpen kihozta belőled, mint egy tükröt mutatva neked a benned elnyomott szoptatással kapcsolatos érzelmek iránt. Na szóval de miért, ez szerintetek ez tök normális, ez tök teljesen helyes, hogy kiül egy nő benne mindig egyfajta kettősség van. Bennem mindig egyfajta kettősség van, amikor ilyet látok. Nem tudom hova tenni, megmondom én is őszintén, pillanatra megállok, meglepődöm. Tehát amikor én utaztam BKV-n, és a nő elővette a mellét, és megszoptatta a héven a gyereket, akkor valahogy mindig oda néztem, és aztán elgondolkoztam rajta, hogy mit látok, és arra jöttem rá, hogy valószínű bennem van a hiba, nem a nőben. Ugyanis régen ez egy halálosan természetes dolog volt, hogy ahol a gyerek éhes volt, ott a nő egyébként elővette a mellét, és megszoptatta. Tehát ez a világ legtermészetesebb dolga volt, itt is például Afrikában, vagy más országokban, Ázsiában, ez még mindig a lehető legtermészetesebb dolog. Tehát egyszerűen máshogy működünk már, és én mindig arra a következtetésre jutottam, hogy valószínűleg benne van a hiba, mert az én elvárásom az, hogy rejts el, nem utassa, van egy társadalmi elvárás, van az erkölcs, van a túlszabályozott szexualitás, hogy most már egy nő nem utogassa a mellét. De alapjában nem bennünk, vagy az általunk felállított feltételrendszerben van a hiba, hogy a világ legtermészetesebb dolgát látjuk. Látjuk, ahogy egy nő táplálja a saját gyerekét. Miközben egyébként dől az erotika a televízióból, mindenki pornózik, pornooldalt néz, erotikáról beszélget műsorokban, szexista megjegyzések vannak, nők, kinyitod a bulvárlapot, ott van egy nő félmeztelenül. Nem háborodunk rajta föl, mit csinálunk? Kiborulunk, hogy látunk egyébként egy nőt, aki nem csinál mást,
mint megszoptatja a saját gyermekét egy BKV járaton. Ha egy napi lapot veszel a kezedbe, mivel adják el? Egy brutálisan nagy mellű szőke nővel, aki ott van az első oldalon. Látom már a Feri is a kezedbe nyomja. Mit csinálunk? Átsiklunk rajtra, és azt mondjuk, természetes. Miközben mit látunk? Egy nő kiül egy plázába, előveszi a mellét, ami önmagában semmiféle rossz dolgot nem jelent, nem tárgyasítja a szexualitást, nem tárgyasítja a nőiességet, a nőket, és megszoptatja a gyermekét. Mit csinál? Táplál. Azt mondjuk, hogy miféle magatartás ez, hogy a nő egyébként táplálja saját gyermekét egy plázában. Közben nem ez a világ legtermészetesebb dolga? Dehogy nem. Van bennünk egy elvárás, vonuljon el, nem mutassa meg. Sír a gyerek, nem sokára. Sírni fog. A Viki elmegy és azt mondja, hogy na, sír a gyerek, leülünk. Várjál, Balázskám. Ott van tőled 20 méterre a WC, bemehetnél? Igen. De ő azt mondja, na, én itt most szoptatok. Hát mondjuk egy pláza WC-ben szoptatni, nem tudom, de figyelj, de nem... Értem, hogy mit mondasz. Én azt nyilván a Vikire bíznám, valószínű, hogy én zavarban lennék, de én ezért mondom, hogy önvizsgálatot kell tartani, mert mitől vagy zavarban? A saját elszigeteltségettől és a saját elvárásodtól, hogy kell viselkedni egy nőnek, mi a szexualitás, mi a mell, érted? Tehát, hogy én is zavarban lennék, de közben én mindig, amikor ilyet látok, azon gondolkozom, hogy jó-e az, hogy zavarban vagyok, vagy inkább ő ne csinálja. És kicsit mindig a saját oldalamra billen a mérlek, tehát hülye vagyok, hát ettől nem kell, ez egy természetes dolog. Közben ugyanakkor baromi fura, amikor láttam én is metrón szoptató anyákat. De nem ez a természetes? De közben nem természetes? Nem, basszus, mert tényleg vonuljon el, és szoptasson inkább, mert nem akarom ezt látni. De a pláza... Szerintem ez egy nagyon érdekes, és nagyon fura kettősség, hogy egy természetes dolgot látsz, és mégis elítéled, de közben mégis azt gondolod, hogy nem biztos, hogy akarod látni. De a pláza az egy közösségi tér. Tehát, hogy ott történik gyakorlatilag minden, mondjuk azt, hogy ez a legnagyobb jurta. Érted? Annak idején, különböző egyszerű társadalmakban gyakorlatilag minden ott történt, a szemed előtt. Ott szültek, ott haltak, ott szoptattak. Tehát akkor azt mondta, hogy szoptasson. Tehát szoptasson nyugodtan. Szoptasson. De nem azért mondod, mert cici perverz vagy. Tehát nem a mellett. Kicsit azért is, de. Tehát kihúznám a vérefogát azzal, hogy nem azért mondod, mert örülsz, hogy látsz egy mellett. Leginkább azért mondom, mert tényleg nem látok a dolog mögé. Tehát nem tudom, hogy a szituáció mögött mi van. Tételezzük föl, hogy ott akar szoptatni. Nincs bezárva a szoptató, szóval nem akar elmenni ott szoptat. Akkor is azt mondod, hogy szoptasson ott, vagy akkor azért menjen be, ha nyitva van a szoptató. Én simán el tudom képzelni, hogy ott ezen a félkör alakú területen, ahol wifi volt, éppen fönn volt valamelyik fórumon, a szoptassak vagy ne szoptassak nyilvánosan fórumon, és éppen hogy hívják ott, komment. Akármi. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi van mögötte. Simán lehet, hogy olyan körülményeket nem talált. Azt mondja, hogy ő nem akar bemenni a WC-be a gyerekkel, a WC-be azért, ami valljuk be őszintén, hogy. De ne haragudj, de nem törlöd fel a gyerekkel a WC-t. Miről beszélünk már WC-ben szokatni? Azért ott van egy szag. Jó, gyerekek, ha valaki egy plázában szoptat, nem azért szoptat, elmegy egy ajtó mögé, bemegy egy folyosóra, elmegy a tűzlépcsőhöz, tehát hogy aki szoptat a plázában, nem azért szoptat, mert koszos a WC, az azért szoptat, mert valóban van igazság abban, amit mondasz, mert neki ez egy természetes dolog, vagy esetleg demonstrál, vagy nem jut eszébe, hogy ezzel neki el kéne vonulni, ha valaki akar elvonulni, akkor megszoptatod egy parkolóban. Balázs, nekem nem a nyilvános helyen való szoptatással van bajom, én szoptattam parkban, én szoptattam egy csomó helyen, de el tudsz úgy vonulni, hogy ez ne feltétlenül mindenki szeme láttára, tehát egy neoreklám alatt. Akkor kérdezek mást, miért kellene elvonulni? Mert nekünk egyébként van egy elvárásunk, hogy ő vonuljon el. Figyelj, miért csukom magamra? Meg nekem, miért kellene elvonulni? De Balázs, de miért csukom magamra az ajtót, amikor pisilek? Mert ez rám tartozik. De miért nem vonulok végig? Én most csak kérdezek, tök igazad van. Miért nem vonulok végig félmeztelenül az utcán? Én is ezzel a két mellel etettem a gyermekemet, felírhatnám a mellkasomra, hogy már pedig én valamikor szoptattam, látjátok, ez a kettő ebből folyt a tej. Tehát, hogy, de egyértelműen feltételezik, hogy azért nem vonul el, mert demonstrál? Én szerintem demonstrál. Csak azért nem megy el, mert ő megmutatja, hogy ő mekkora anya. Lehet. Van benne igazság. Egyébként ez is lehet, nyilván. Nagyon érdekes. De közben a világ legtermészetesebb dolga, bár mondjuk a szex is a világ legtermészetesebb dolga, mégsem szeretkezünk mondjuk plázában, ebben is igazad van, vagy a meztelenség a világ legtermészetesebb dolga. Mégis öltözünk. Tehát tökre értem, hogy mit mondasz, csak ugyanakkor szerintem picit, igen, furcsa. Maga a társadalom távolít el olyan dolgoktól, ami egyébként régen a világ legtermészetesebb dolga volt. Hülye a rendszer, ha belegondolsz, nem? Volt egy nagyon érdekes, van ez a Gisele Bündchen nevű, nem tudom, hogy ejtik rendesen. Igen. Egy brazil topmodell, iszonyatosan jól néz ki, és most szültem a hírekben hallottam már másképp is. Mi? Mindegy, menjél tovább, Juli, hagyjad. És az a lényeg, hogy őróla azt hiszem, hogy valamelyik magazin most az Elle-nek pont fotózkodott, a kép az úgy nézett ki, hogy csinálja a fodrász a haját, a manikűrös csinálja a körmét, és a kisbaba ott van a karjában, és közben szoptat. Aha. És iszonyatosan jól néz ki, és nagyon dögös. És azt gondolom, hogy ennek, hogy is mondjam, van
reklámértéke, mert ha erre a képre ránézek, és egyébként gyerekvállalás előtt állok, és nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk a szoptatás jót tesz a mellemnek, de azt látom, hogy a Gisele Bündchen szoptatja a gyerekét, és ettől ő még tud nőies maradni, és egybe marad, akkor lehet, hogy azt gondolom, hogy hát szoptatni nem csak fél évig lehet, hanem ha lehet, akkor de most lehet. Ezt most komolyan mondod, hogy a Gisele az elben szoptatja. Ott akkor abban a pillanatban demonstrál, de ezt tudom, hogy ez egy reklám. De nem fér bele az elmagazinba. De nem, álljatok meg. De nem tudom elképzelni a Gisele Bündchenről, beül a Pláza közepére és ott szoptat. Miért nem? Mert nem fog oda beülni a Pláza közepére. De honnan tudod, hogy nyilván egy közszereplő nem ül be egy Pláza közepére egyébként. De nem, de a közszereplő ezzel az egy alkalommal üzen, reklámoz az, hogy a szoptatás az egy jó dolog. Én szerintem minden, hogy is mondjam, megvan a fóruma, nem kell a Pláza közepén szoptatni. Ha lehet, akkor tedd meg, elvonulsz, és ott szoptat. Szerintem fura, hogy egy nő kiül. Igazad van. Nem, Balázs. Ne, mi hogy van? Lenne már igaza? Hát most, de tényleg, mert te mondtad el pont az előbb, a világ legtermészetesebb dolga. De a csinálj, szex is az. De mi érezzük rosszul magunkat amiatt, érted? Igen. Nekem is fura volt, mondom, mikor BKV-n láttam, hogy Mammer előkapja, és akkor ott úgy gyerek ott csámcsok, kicsit letörli, elpakolja. Ültem ott hülyén, akkor még nem nagyon láttam mellett, kicsit örültem is neki. De hogy igen, az ember nem tudja ezt hova tenni. Szerintetek akkor én lehet, hogy egyszerűen frusztrált vagyok, mert nem voltam egy sikeres szoptató, és... Azt mi nem tudhatjuk, te addig szoptattál saját bevallásod szerint, amíg ezt megteheted biológiailag, így van. És ez lenne egyébként normális. Tehát, hogyha valaki, mondjuk egy anya a szoptatás mellett demonstrál, és azt mondja, hogy minél többet szoptassuk a gyerekünket, ameddig csak lehet, ez egy elfogadható dolog, mert hogy a gyereknek tényleg ez a jó. Én számomra az nem fogadható el, hogyha például valaki azért nem szoptatja már a gyerekét, mert azt mondja, hogy tönkre fog menni a mellemnek az alakja. Ez önzőség. Jó, igen, jó, most persze, az önzőség. Igen, na, egyébként most a lényeg, mellé állunk, vagy ellenállunk, vagy ellene vagyunk, igen, mondja. A sztárokkal kapcsolatban rákerestem csak ennyit, hogy szoptatós sztárok, vagy szoptató sztárok, és hát gyakorlatilag Angelina Jolie-tól kezdve Gwen Stefani énekesnőn keresztül, Gisele is itt van, ugye, Olivia Wilde, gyakorlatilag számolatlan a sor, akik mind merték vállalni azt, hogy nyilvános helyen van, ami beállított fotó ezek között, de például a Gwen Stefani is, és még valakié, az konkrétan egy köztéren. Gwen Stefani, ezt csak hülyülsz, nem? Hogy így mondod? Ne, szeretem, Stefani, így van, Gwen Stefani énekesnő. Gwen Stefani, Svájcban. Annyira bántja a fülem. Gwen Stefania. Stefánia művésznő Svájcban egy ilyen síparadicsomban szoptatja meg a gyermekét. Csak mondom. Hát nem tudom. És mit csinált? Netezett közben egyébként, Juli? Ah, ne, igen. Hát gondolom, nem kérdeztem meg, de a telefonját pötyögtette. Meg néha föl. Miért nem mentél oda? Kíváncsi lettem volna. De Balázs, de mit mondok neki? Tehát, hogy... Elnézést, újságírónő vagyok, erről a témáról írok egy cikket, meg szeretem kérdezni, hogy? Érdekelt volna a motiváció, lehet ez egészet egyébként túl gondolod. Tehát, hogy lehet, hogy eszébe se jut, amiről itt beszélni. Neki ez egy természetes dolog, előveszi, aztán szoptat. Csak az a rossz, hogy most itt abszolút úgy tűnik, mintha én valami szoptatás ellenes ember lennék, pedig hát de aztán annyit... Tehát, hogy én például elég sokat küzdöttem ezért, hogy ez a dolog működjön, de közben meg azt gondolom, hogy ez, hogy is mondjam, mindenkinek a magánügye, és nem feltétlenül kell a többiek előtt csinálni, szoptatni, gyereket szoptatni, mert ha egyébként megvan szerintem a módja. Meled értenek többen egyet, tehát ebben igazad van. Tehát szerintem a nagy többség az inkább azt mondja, hogy nem. Érdekes a téma, szerintem sok mélysége van ennek a dolognak egyébként. Jó, mit csináltad egy plázában, Júli, egyébként? Vásároltam a karácsonyra? Ott van tőlünk nem messze, most nem nagy pláza, ez egy bevásárló központ, és elmentem bevásárolni. Jó van. Jó van, mi a harcos nagyszájú Annánk? Nem szól ebbe bele, vagy nem mondott semmit? Vág. Nem kell minden, csak ő mindig nagyon ilyenkor ilyen véres szája jön be, és így hihetetlenül. Várjál, elindult. Nem úszod már meg. Mindegy, jöjjön nem meg, úszod mondod, meg. Kíváncsiak, mert szeretem a hangját. Na mi van, nem szállsz be egyen nagy vitába? Hát te mint a nagy anya, és a BKV-val járó, szoptató anyákat sokszor végignéző, megrendszabályozó, szomszédot helyre rakó, hát azt hittem, hogy jössz. És figyelj, dolgoztam Juli nagyon. Felsorakozó. Nem, igen, meg hát Julival egyetértek tulajdonképpen, tehát különösebben hozzátenni valóm a dologhoz nincs. Én is nagyon megküzdöttem a szoptatással, én is körülbelül annyi ideig tudtam szoptatni, mint a Juli. Masszíroztam krémekkel, gyógyteákat ittam, minden 4 hónap volt benne. Ja, nem hangzik túl.
túl jó. Hát nem, tényleg. Több részlet a kelleténél. Igen, szóval azért mondom, hogy ennyi, de igaza van a Julinak. Tehát én csak ezt tovább tudnám ragozni, én egyetértek vele. De én se önkéntes rendőrködnék, hogy oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy na. Nem csak megkérdezni, nem önkéntes rendőrködni. De nem akarom. Juli, ha ennyire fölháborodott, dúcsizunk kicsit. Persze. Ne haragudjon, lejöhetek ön mellé szoptatás közben. Nézhetem egy kicsit. Ne haragudjon, megmondaná a wifi kódot? Igen. Mert ugye kérdés csatlakozni. Mondjam el, látom, hogy egy kicsit internetezik, igen. Hát ezek kényes dolgok, na szóval ez tényleg azt mondom, hogy ez egy intim élethelyzet. Látod, hogy azért nem mindenkinél? Nem, szóval, nem mindenkinél, igen. Mindenki igen. Más, ugye éli meg. Na jó, van, 9:30 pontosan 3 perccel. Van egy friss közlekedési hírünk, azt mondja, hogy 4-es úton Gyömrőnél valaki látott 4 darab hókotrót. Hát ez vagy téves riasztás, vagy ők tudnak valamit egyelőre. Vagy biztosra mennek. Vagy biztosra vagy mennek. Vagy időben ott legyenek. Elkezdtek masírozni, igen, hát ha megjön majd a váratlanul jött hóesés, amire ugye sose számítanak. Ott vannak, ez mindenféleképpen jó. Aztán van egy trafink az M7-es 42-es kilométerénél, Székesfehérvár irányába, ez is most jött, köszönjük szépen, és az M3-ason ma reggel egészen jól lehetett bejutni, vagyis nincs dugó a Szerencs utcánál, ami elég sokszor volt. Na, egy pici reklám, aztán itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:40 lesz, pontosan 3 perc múlva. Füzesabony kihajtójánál Miskolc irányában van egy kis KPM, és az M35-ös Debrecen felé vezető oldalán 19-esnél van egy trafi. Na, hát, igen. Rengeteg SMS gyerekek egyébként a szoptatás témához kapcsolódva, nem is tudtam, hogy ez ilyen port kavar. Van, aki azt írja, hogy diszkréten kell csinálni, van, aki Julival ért egyet, van, aki azt mondja, hogy Juli hülye, és miért kéne elvonulni, úgyhogy, hát és aztán vannak nyilván, akik humorizálnak, természetesen azért a mi hallgatótáborunk nagy része humorra veszi a dolgot, én is szoptattam játszótéren, plázában és máshol is, mindig meg tudtam oldani, hogy senkit ne zavarjunk, üdv Gábor. Igazi állat. Van egy hallgatónk, aki azt írta, hogy szülői értekezleten például azt mondja, hogy Julival értek egyet, mindkét gyermeket egyes koráig szoptattam, ez nem az, még is zavart engem is, és a páromat is, amikor a barátom baráti társaságban szoptatta a gyermekét. És itt az SMS, nálunk szülőjén szoptatott az egyik anyuka. Na, az kemény. Hmm. Az kemény. Hogy szülői értekezleten? Hát igen. Mikor lehátul ült, akkor... Igen, meg azért furcsa, hogy már hatodikos volt a gyerek. Szülőire ment. Így van. Ödönke még egy kicsit felkéreckedett. Hát nincs. Kellett neki a kálcium. Nincs ezzel, igen. Igen, 2 hete az állatkertben az elefántok mellett szoptatott egy anyuka csepet, meglepődtünk rajta, az anyuka pedig meggyilkolt minket a szemeivel, írja Zsófi. Igen, szerintem is ez a legtermészetesebb, hogy az ember meglepődik, aztán azt mondja, hogy tulajdonképpen miért ne, de közben miért is? Tehát, hogy egy ilyen nagyon kettős. Jó, de az egy orangután anyuka volt. Az is igaz, igen. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk. Egy érdekes kutatást talált a mi Gáborunk az tejről. Milyen érdekes, hogy ma kicsit a tej határozza meg a témánkat 9 után is, és 8 órakor is. És hát kiderült a tejről, hogy mégsem erősíti a csontokat, egy több évig zajló svéd kutatás állapította ezt meg, sőt, mint több kiderült, hogy azok a hölgyek, akik több tejet ittak, mint napi egy pohár, azoknál sokkal gyorsabban alakult ki csontritkulás, és a rendszeres tejfogyasztásuk, vagy a túlzott tejfogyasztás csonttöréshez vezetett. Gábort faggattuk arról, hogy ígyunk-e tejet, ha igen, mennyit, vagy ha ne, akkor mi mást. És kora reggel egészen váratlanul felhívtuk Dévényi Tibi bácsit, ugyanis egy internetes portál lehozta azon műsorok névsorát, amiket ők, bár az internetes portál szerkesztői újjáélesztenének, és közte volt egy David Hasselhoff-os Dévényi Tibi bácsis 3 kívánság, amikor is hát David Hasselhoff beül egy Trabantba, és a gyerekek legnagyobb örömére száguldozik vele a Váci utcában. Ezt a felvételt megtaláltuk, és felhívtuk Dévényi Tibi bácsit, hogy ő hogy emlékszik erre. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 7 perc múlva pontosan 10 óra. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello. És sose tudjuk meg, hogy mi lett volna belőle Érdi Tamásból, ha mondjuk találkozik a Steve Wonderről, hogy megváltozott volna az élete. Igen.
Mi van, sportoltál? Vagy nem, csak melegítő fölsőbe. Slankit a fekete. Ez a klasszik három csíkos fekete fejjel. Az, az igen, szép. Szeretem. Ma képzeld, annyira jó idő van, hogy nem kellett kapucni, meg kabát, meg ilyenek, úgyhogy csak egy melegítő fölsőben el lehetett jönni nem, nagyon, tök jó. Nagyon menő. Na, jött Anna, tárcsáz? Már tárcsáz, persze. Jó. Na, Anna nagyon serény mostanában, gyerekek. Morning show. Az. Ó, nyomtam az. Egyet, csak kihúztam. Figyelj, képzeld oda a tapsot, hogy várjál, várjál. Mondd még egyszer. Mondd még egyszer, hogy morning show. Morning show. Az. Jaj, de jó. Megvan. Szétszedtem a gépemet itt közben. Hello, jó reggelt. Sziasztok. Na, mondom, az SMS nagyon rövidet írtál, nem írtad alá, hogy hívnak. Jani. Jani, hello, Jani, honnan? Jani, igen, honnan hívsz minket, hogy hol, honnan írtál hát, nekünk? Elvileg Balatonparti városból származom. Siófok. Siófok. Ugye beszélgettünk Dévényi Tibi bácsival a három kívánságról, David Hasselhoff-val kapcsolatban is nagyon rövidet írtál, de szellemes volt, annyit írtál nekünk, hogy sziasztok, David Hasselhoff a három kívánság óta iszik. Mintegy egyébként összegezve, hogy mit élt át ő ott a három kívánságban a Trabanttal, amikor eltévedt a Váci utcában. Hát, Jani, van egy szép kis ajándékcsomagot, küldünk neked, vagy ezt küldjük neked, és azt nézem, hogy van-e plusz ajándékod. Lehet, hogy van, hallgass meg a reklámblokkot, jó? Jó, köszönöm szépen. Ez örülsz picit, mert úgy a hangodon nem annyira hallom. Hogyne, persze. Ez természetes. Jó, küldjük neked. Köszi, ciao. Köszönjük, sziasztok. Hello, hello. Szia. Sziasztok. Csabikám, mi a helyzet zene vonalon? Zene, magyarokat zené? Ajánlok nektek, bár tudom, hogy ezzel néha mellé lövök, mert valamiért ti a külföldieket jobban kedvelitek, de talán a New Week-ra emlékeztek, neki volt a My Love című oltári nagyslágere, és most van egy vadi új klasslágere, amiben a Berkes Olivér énekel, akinek a hangja szerintem az egyik legkülönlegesebb magyar viszonylatban, ez egy angol nyelvű szerzemény, az a című, hogy Goodbye. Szerintem nagyon jól jön össze, amikor ilyen különleges hangú embereket, énekeseket használnak a DJ-k. Nem feltétlenül diszkó hangja van a srácnak, tehát teljesen más stílusban is képes énekelni, vagy hát azt szoktuk meg tőle. De jó ez így együtt, úgyhogy hallgassátok meg, Goodbye az a címe. Hát remekbe várjuk. Annyira felhájbolt a Csabi, hogy komolyan éreztem én ezt. Nem megyek sehova, meghallgatom. Az, ami még mindig a tegnapi Christopher Nolan Zanzibár. Ugye? Azzal azért oda vettem. Annyira megvezettél azzal, hogy egy Christopher Nolan után bemondtad a Zanzibárt, és induljunk a Holdra, vagy nem tudom mi a dal cím, hogy minél nem tudtam túltenni magam azon. Na hát legalább alkottam én is valami emlékezetest. Figyelj, nagyon nagy volt. Jól van, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, ha szeretnétek tőle dalt kérni, mi pedig holnap jövünk a héten utoljára. Mit mutatsz a póló? A Black Sabbath póló? Hát a Janinak mutatom a Black Sabbath póló. Király, király, az egy menő. Jani már otthon kimosta, és sajnos lejött a minta róla, de se igen, igen, köszi szépen. Ja, én nem mosom. Nyilván olcsóbb is volt, mint a tiéd. Jól van, Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót.